Frissen az önként vállalt házi karanténból. A rádió egy összes frekvenciáján élőben a Home Office császárai. Aki az önkéntes karantén óta már csak a kerti homokvárat látogatja. Vadon Jani! A Velencei tó önkéntes megfigyelője. Rákóczi Feri! Aki újra divatba hozta a házi videóteniszt. Sebestyén Out Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! 6 óra után 7 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Karantén Rádió 15-6-8. nap. Ahogy de szép szám. Ide szép szám, ez jó reggelt kívánom mindenkinek, gyerekek, 6 óra után 8 perccel itt vagyunk. Hello, Feri. Hello. Velence jelentkez, Lőrinc adj életjelt. Jó vannak. Sziasztok, jó reggelt. Lőrinc is bejelentkezik. Lőrinc is jelentkezik. Az űrhajó működik. A holdkomp leszállása kész. Itt technika kiváló. Itt ott kicsit köhög, egy-két napelem leválik időközben, de azért de csak mindig vasítunk, még mindig döbbörgök. Ne köhögjél, te csak ne köhögjél, nem mondunk ilyet, hogy köhög, mert az... Ne fütyögjél. Érted, az tovább gördíthető valami más felé. Igen. Na és, gyerekek? Hol vagy, Jani? Haló? Tudjátok már a szöveget? Hm? Tudjátok már a dalt? Indítsd el, Zsül, fel vagytok készülve? Fel. Mindenki tudja már kívülről? Igen. Tudjátok, mi van holnap? Leszek. Persze, nagy kiállás napja, ki ne tudná. A pillanat tudja. Amikor éneklünk, megvan a dal? A pillanat, amikor én tátogok. Jó, a dízé, a repréz nincs. Ne csináld, hogy ezt is a magyarázás része az. Ott állunk majd az erkélyen, megnézhetsz az erkélyen. A repréz az mindig arra, hogy felkészülj a következő refrénre. Tudjuk, mindenki tudja már? Hóá, ne viccelj, oda-vissza. Amit együtt veszünk most ki. Te tudod a izét, a reprézt? Tudom, persze, nagyon sok halott pénz koncerten voltam tavaly. Hát oké, de azért. Mi a fejedet? Tanád. Mondjuk, hogy mit csináltunk tegnap, Feri. Teljesen. Mikor feladnád, lehajtatnád, nád. Életem. Teljesen. Megvan. Így van, gyerekek. Holnap 9 óra. Holnap 9 óra mindenki készül. Mi már kapjuk az infót. Mi már kapjuk az infót, hogy városok készülnek, kórházak készülnek, egészségügyi dolgozók szeretnének velünk együtt énekelni. Úgyhogy nagyon nagy mulatság lesz. Várjuk a videókat. Majd holnap mondjuk, hogy hova tudjátok elküldeni, vegyétek föl egymást, vegyétek föl, hogy éneklitek a dalt, úgyhogy készüljön mindenki. Jó, ebből és szeretnénk aztán vágni. Az egészből egy óriás, így ahogy mondja a kollega, egy óriási kis videóklipet fogunk majd készíteni. Bizonyán, vágunk belőle egy jó kis klipet, amit aztán meg tudtok osztani. Nagyon fontos a hashtagelés. Nem kell beküldeni hozzánk semmit, tehát se Viberen, se e-mailen semmit, hanem akkor, Jani, pillanat, mindjárt idézhetsz a dalból, jó a végeket. Sen. Jó, megvan. Nagyon fontos benne a hashtag, amit föltesztek, amikor fölteszitek Instára. Hashtag kiállás pillanata. Vagy pedig a Facebookra. Tessék, János, most mondd el. Hashtag kiállás pillanata. Ügyes. És most nagyon a sor végeket. De a kiállás pillanata is jó lehet. Pillanata. Nád. Igen? Tanád. Mert. Sen. Ennyi. Gyerekek. Vagy pedig az eleje. Én. Te leszel, ami, az, a, figyelj, te leszel az a koncert az látogató, aki úgy megy el egy koncertre, hogy nem igazán ismeri a zenekart, de nyilván de, a haverok. De valami. A haverok elhívták, akik viszont nagy rajongók, és akkor igen? Egy kicsit így téblábolsz, nézel körbe, mindenki üvölti a refrént, mint az állat, van. Ott van 10 000 ember, és te, aki így nézed a szájakat, hogy vajon mi lehet az utolsó. És akkor melletted áll a csinos, vagy kevésbé csinos lány kedvéért, te is úgy csinálsz, mintha ismernéd a dalt, és hogy próbálj meg leolvasni a szájáról.
és nagyon hát, átélni az egészet. A kezeid a magasban vannak. Tapsolsz. Oda szagolsz a hónod alá. Jó, még átmegy. Igen, hogy ne legyen belőle probléma, és te vagy a világ legnagyobb halottpénzrajongója abban a pillanatban, de hát tudjuk, ez valójában nem arról szól, hogy az ember mekkora halottpénzrajongó, hanem az ő társal. Igen, arról, hogy be akar csajozni. Így van, pontosan. Amit most egy kicsit elodázunk. Igen, hát ezzel most egyrészt, mert halott távolságban van a feleségünk, halott távolságban van a feleségünk, másrészt pedig, mert hát most ennek nincs itt az ideje, sajnos. Igen, meg pont 30 évvel vagy idősebb annál a kinézett csajnál, aki mellette tombol. Még ez lehet a visszafogó erő. Jaj, elmeséljük a tegnap esti, az igaz, digitális próbánkat? Persze, digitálisan próbáltunk Ferivel. Te nagyok vagytok, hangszerekkel minden? Hangszereken, igen. Gitár, zongora? A dallamot felhívta a Viki, hogy hogy kell, mi az akkordmenet. Nem zongorán, nem zongorán, még nem tudom eljátszani, zongorán. Ja. Gitáron szórakoztunk tegnap. Igen. És jó, ez először kapcsolat jó. Hát először csak úgy a telefonhívás érkezett Vikitől, mondom, életem, mibe tudok segíteni? Hát pont. Ez már megint. Mi az Isten akar, este 9 óra van, érted? Édes hát anyám, beszélgessetek, életek. Beszélgessetek, csináltok már valamit, érted? Mi, mondom, Viki, miben tudok segíteni? Parancsolj! Hogy itt állunk, az egész család, érted, kész, ekkor már hallottam a két üvöltő gyereket, akik nyomták a halott zenéltek. De figyelj, a kicsi is, meg a nagy is úgy nyomják a szöveget, hogy én így nem hittem el. Hát. Na, hogy mi az akkordmenet, akkor elkezdtem diktálni, mondja Viktória megvilágosulva, hogy van ám ízé Skype kapcsolat, vagy milyen, nem tudom, mindegy, kapcsoljuk be, nagyszerű. Akkor bekapcsoltam, én is elővettem a gitárt, érted, elindítottuk a dalt, üvöltöttem, D-dur, G-dur, hámol, ne ott váltsál, hülye vagy, figyelj, ez a szöveg. Hogy csinálod? De összepróbáltuk, úgyhogy meg vagyunk. Lesz ez ma, ez lesz ma, ugye hát adásban, tehát hogy ezt meghallgathatom, én is nem hagytok ki belőle engem a zenei analfabétát. Nem fogunk kihagyni, de ez neked nem lesz jó. Na jó van, akkor keresek pár üres diszperzites vödöröt, nagyon fontos az üres, vagy pedig a tetős diszperzit vödör. És akkor behozom, és akkor kongázok mellette nektek. Hogyha intinek ment annyi éven keresztül. Akkor simán belefér. Meg hát ahogy jó, mi gitározunk, azért azt igen. Ne felejtsük el, tudod? Tehát, hogy nincs magasra téve a mérce. Ja, na jó. Hát azért ne intinek úgy ment a konga, hogy nem volt bedugva a konga, tehát ja, kongázod, de nem volt kiadva hangja. Igen, ő találta fel a konga playback-et. Na, ez nagyon jó hangzik. Ez jó. Mi készültünk, tehát jó, nem lesz ám, de érdekes. És ez egy jó szó, igen. Hogy érdekes. Izgalmas egyszerű. Igen. És kuriózum. Nem, megismételhető lesz, de minek? Igen, de abban a formában nyilván nem, de... Jó lesz, mert nem az a fontos, hogy mindig elmondjuk nem. Ilyenkor most a hónapi közös éneklés is, hogy nem tudsz énekelni. Hát Istenem, vannak ezzel így páran, és vannak egyébként, akik ebből még pénzt is keresnek, és sikeresek. Nincsen vele gond. Mindig szükség volt B-oldalas számokra, és amíg még a kislemeznek piaca volt. Nem? Na, ez ráadásul A-oldalas szám, de most mi így majd B-oldalasát tesszük. A persze, az eredeti az lett. Az a lényeg, hogy álljunk össze, mindenki álljon ki, énekeljen, vegyük föl, és akkor lesz belőle egy ilyen tök lelkesítő, nagy vízi videóklip. Szerintem ez egy jó dolog. Tökéletesen hangzik. Úgy ennyi, van. Abszolút. Ami kell is. Erről szól. Tegnap hideg volt azért, hogy gyerekek bringáztam gyerekkel, mind a kettővel külön-külön. Olyan csípős hideg volt, hogy nem is értem, nagyon fura idő volt el, mert sütött a nap, tehát olyan volt, mint olyan meleg lenne. Becsapós. De hogy a becsapós volt, aztán viszont olyan hideg lett hirtelen, sőt, ezt 5-kor miatt majd megfagytam a biciklin, úgyhogy én azért remélem kicsit melegedni fog ez a történet. Hát, figyelj, mindenképpen fog, tehát Feri ugye prognosztizált nekünk 20 fokot tegnap a hétvégére, ami lehet, hogy össze is jön, de nem a hétvégére, hanem mondjuk hétfő kedd magasságában. Na, nem akkor rossz. Már tényleg azt mondják. De mennyi a hétvégére, mit írnak? 18? Figyelj, a hétvégére most ilyen 16-ot ír. Hát az se rossz szerintem, azért uh-huh. Egy és biztos, hogy lesznek azért melegebb része is az ország, és nagyon jó. Én is egy kicsit ebbe a hibába estem, amiben Bali tegnap, én meg kint a kertben mozogtam egy kicsit, végre felrakadtam a kötelet, rájöhettem, hogy ez egy nehezített pálya ismét, tehát hogy elég kis kemény húzós edzést tudtam le. De milyen kötél? És ja, ez a mászó kötele? Persze, kötélmászás, így van. Hát, ha már az ember nem mehet, akkor megy a kötélre. Úgyhogy
És keresnem kellett így a napos helyeket. Először nagyon vidáman így kimentem ilyen egy szál póló. Nem, ez nem. Jani, ennyire nem vagy, ennyire sem vagy kemény. Úgyhogy bementem egy melegítő felsőjét, kimentem melegítő felsővel, és mondta, hogy nem, ez sem. Jó, akkor most így vegyünk egy sapkát is, meg húzzunk azért egy kesztyűt, és csak a napos részein áldogáljunk a kertnek. Mert egyébként szanaszéjjel fagyunk, és hát tényleg. Igen, nem. Ahogy a nap rácsütött, akkor úgy átmelegített, de ahogy ezt nem érezted, akkor rögtön gáz csalóka. Volt. Csalóka egy picit, úgyhogy. Na, nem baj, jó lesz ez. Locsókodni például már jó időben nem mész. De így van. Ugye? Most elvileg előtte föloldják. Igen. Ezt hát most ugye a dátum szerint, ha dátumot nézzük, akkor húsvét előtt az véget ér. Tehát, hogy... Hát addig az... még egy hét, és akkor igen. Utána mehetünk. Tehát elvileg a kijárási korlátozás az április 11 vagy 10 vagy valahogy így, tehát az húsvét előtt megvan. Uh-huh. És akkor nem krásználja Moszkva, hanem egy ilyen fertőtlenítővel lefújt a szomszédasszony? Hát aktualizált locsoló versekkel? Nem merik megcsinálni a magyar lakosság, hogy megfosztják egymás húsvéttől. De hát ott megy mindenki. Elnézést, a masz miatt nem hallok semmi. Vegye le, legyen közös. Ja, inkább ne. Hát nem tudom, érdekel, hát hogyha ezt föloldják, na mindegy, ők tudják. A csoki tojást is le fogod fújni, majd meg a nyuszit, amikor megkapod. Hát persze. A sonkát is, mindent lefújod. Igen, meg a sonkát is. Igen. Meglátjuk. Hát meglátjuk. Elvileg ez van ugye a dátum szerint, tehát aztán ezt bármikor meghosszabbíthatják. Most már van rá jogosítás is, úgyhogy... Bár elvilegben sikerült lassítani azt, lehetett olvasni. Itthon? A terjedést is, igen. Igen. Itthon. De egyébként ebben nincsen semmi meglepő. Tehát, hogy valljuk be őszintén, ez egy nagyon jó döntés volt a kormány részéről. Ezt meg kellett lépni. Lehet, hogy már korábban is meg lehetett volna lépni, de egyébként nagyon-nagyon jó döntés volt, úgyhogy ez egy abszolút pluszpont nekik. Most miután tegnap telehozsannáztam itt ugyanebben az időpontban az étert, hogy az olaszok már milyen ügyesek, érted, hogy elkezdett csöndesedni a terjedése, meg minden, most olvastam a reggeli híreket, hogy ugyan kevesebb a halott, hála a jó Istennek, de hogy a fertőzött, az meg több lett megint. Úgyhogy tegnap mondtam ugye, hogy most már 3 napja az van, hogy csökken, és ez milyen jó szám, és hogy örül neki mindenki. Na mondom, ma reggelre akkor ezt rendbe is tették ezt a dolgot, de szerencsére a halál eset az mondjuk tényleg kevesebb, már annak is lehet örülni. Ez hol van, Olaszország? Olaszország, igen. Hogy volt egy ilyen 3 napos tendencia, hogy elkezdett csökkenni, de most tegnap megint nőtt a fertőzöttek száma, úgyhogy már ott se lehet semmi biztosat mondani. De ez hát van. Igen. Ja. Viszont olvastam egy jó cikket a szakállról, hogy bajba vagyunk mi szakállasok. János maga is, bár csak ugye ilyen kis körszakállad van. Persze, ez csak is legénytől, hogy szokott. De akkor is képzeled. Azért ez messze van a legénytől azért, ami a szádon van. Vágó Istvánszerű körszakál, mint ha éppen most tettél volna meg egy pinát, úgy nézel ki. Jújjúj. Bárcsak így lenne, kedves barátom. Bárcsak így lenne. Tehát, hogy azért az a legénytoltól messze van azért olyan erős körszakállatban. Nem, igen. Inkább úgy, mintha még folyamatban lenne ez a étkezési forma. Tehát még nem fogyasztottam el teljesen, én rajta vagyok az ügyön. Benne vagyok a früstükben. Közelítesz. Ösztönszerűen egy hete levágtam, észre se vettétek egyébként, de mindenem. Ügyes és okos vagy. Itt is minden, most nő vissza, nézd meg, de hogy itt teljesen levágtam. Nagyon menő vagy. Na, mert azt, nem is értettem, hogy miért. Azt írták, mert én viszont elhatároztam, hogy a franc fog itt igazgatni, meg borotválkozni itthon majd, amikor a sok hónapi karantén után először találkozunk, érted, ekkora szakállam lesz. Hú, de szép leszel, így van. Mint egy vikingnek. És most olvastam, hogy nem jó, mert egyrészt megnöveli a felületet, az arcot felületét, ugye a sok szakálszőr, az arra ráülnek a cseppek, tehát fertőzés, másrészt pedig egy orvos elmondta, hogy nagyon jó, örülünk neki, csak képzeljük el azt a pillanatot, amikor maga szakállas emberként kórházba kerül lélegeztetőgépre. Hát mondtam, hogy nem nagyon akarom elképzelni, na, de nyilván benne van ne a pakliban. Ne szaladjunk ennyire előre, doktor úr. Doktor úr, de azt mondta, hogy benne van a pakliban, és hogy akkor a maszkot, ahogy rád rakják, az igen, nem fog jól zárni a szakállat. Nem rendesen bíjt az arcodra, így van. Tökéletesen igazad van, meg igaza van annak, aki ezt kitalálta, igen, de ez azért inkább erre a hipster fazonra igaz. Tehát, hogy azért a nagy szakállakra mindenképpen. Na, mented magad, de megígérem, ahogy az első végtag fájdalom, meg első köhögés elhagyja a számat, és megjelennek nálam tipikus, rögtön
Már érkezik a mentőautóm, már meg fogok borotválkozni. Egyébként én is tegnap estem neki egy kicsit jobban, mert erre beszörösödtem, aztán gondoltam, hogy akkor gyorsan lehúzom, le is húztam az egyik bibircsokot az arcomról, vagy nem tudom, anyajegyet, vagy ilyesmi, egy félig, de hát múlt, hogy elmondtak a bőrgyógyásznál, hogy akár havonta egyszer meg is kalpolhatom, akkor sincs semmiféle probléma. De aha, egyébként abban, amit elmondott Feri, tényleg van igazság. Hm. Igen. De ez elsősorban őt érinti, úgyhogy szedd össze magad. Meg amúgy egyébként Feri kapja vissza tényleg a régi arcát. Hát ez most már elengedtem. Már nem úgy értem, hogy kevésbé szerény, hanem hogy de tényleg egy picit így hát elevesztette ezt a dolgot. Jön mert vissza. Mert mi a francnak itt most ti látjátok reggel? Hát na, nem mindegy. Meg úgy voltam veled ott, hogy ez egy ilyen majd milyen menő lesz, mikor bemegyünk, végre ölelkezünk a stúdióban. Na jó, azt nem. De hogy így örülni fogunk egymásnál, jó, az se. Tehát mire megint újra találkozunk, és akkor ott látod mindenki, hogy telt neki ez az időszak, amit a karanténban töltött. Én például nagy szakállat növesztettem. Igen, hát borotválkozás nélkül töltötted ezt az időt. De ti rendesek vagytok akkor. Ez is ilyen kis kapaszkodó a mindennapokban, hogy megborotválkozom. Nem, ez csak igény. Én gyűlölöm, úgyhogy nem szívesen borotválkozom. Én rájöttem, hogy nem fogom elhanyagolni magam karanténban sem. Tehát, hogy... Manültök naponta. Szemed a szemöldököt továbbra is. Nem vagyok, hogy összenőjön középen. Igen, nem vagyok, hogy összenőjön. Nem, megborotválkoztam, érted? Ne zuhanyzom minden reggel. Ráfésülted a hajad a kopasz foltra. Az összehajszálaimat arrébb pakolom, felveszem a legszebb melegítőnacimat. És minden reggel újabb lendülettel állok neki a napnak. Nagyon jó. Legyantáztatod a bikini vonaladat, ahogy illik. Igen, igen. Most én is csempe vagyok alul. Az jó, hát fel vagy készülve arra, így hogy van. Hát gyereknek kellett egy kis párna, úgyhogy leszettem. De nem árultad el, hogy miből van a párna. Nem, de nagyon tetszik örül. Neki. Örül neki. Most is édes deden alszik rajta. Igen. Úgyhogy nem, muszáj, az ember elhanyagolja magát, rájöttem meg, úgy tudod, egy gatyába vagy három étig, meg nem tudom, akkor tényleg úgy legatyásod, de hogy úgy minden napnak meg kell adni a kis magának valót, úgyhogy nekünk tegnap egészen jó napunk volt. Este 11-ig vagy 10-ig még zenekarosat játszottunk a gyerekekkel, megdobolt, én gitároztam, kicsi énekelt, Viki rögzítette, úgyhogy rájöttem, hogy egy csomó pozitív hozadéka is van ennek a koronavírusnak. Hát csak így lehet. Szóval, hogy egyszerűen olyan dolgokat csinálunk, amit nem csináltunk, és nyilván ez a vírus ezért is kényszerít be minket négy fal közé embereket, hogy kicsit ilyeneket is csináljunk, de hogy nagyon jó volt. Közös maszkvarrás, igen. Közös zenélgetésben ült a dobszólója, vagy a dob felszerelése, meg ott akkor beraktunk különböző dalokat, kicsi volt a frontember, a távirányítóval. az volt a mikrofon. Ő nagyon nyomta. Nagyon. Szeret egyébként énekelni, most valamelyik nap bekapcsolva hagytad a laptopot, és a kicsi magával vitte. És én még itt voltam még bent, rajtam volt a füles, és hallgattam, hogy jön valamilyen ilyen halál kamuk szöveg, de tényleg ilyen ez az igazi. Ja igen, az ízét énekelte a Billy Bird énekelte. És akkor mondtam, hogy mit csinál, hogy énekeletek? Balázs, mondja, mire készül ez? Jézusom, mondom. És aztán hallom, hogy kicsi. Leültem volna recskázni. Igen. Na vége, mégházadásnak. Van hábú, úgyis ingyenes. Igen, jó, meg vagyunk akkor. Majd beérik ő is. Majd még az egy tízes. Őrült cuki volt, és hallottam, hogy üti rettenetesen a klaviatúrát, és közben énekel. Persze, nyomta a Believert. A Believert nyomja, meg a izét nyomja, a Krokesznek a bejövő zenéjét, a nem tudom ki a Krokesz bejövő zenéjét. Aki kinyomja a Krokesz bejövő zenéjét, mindegy is. A Janinak tudni kéne, hát hiszen ő... Most nagyon igen, hogy ahogy szem vagyok a Krokesz. Igen, hisz te vagy a Krokesz, ezeket nyomjam. Na jó van. És figyelj, Benny ilyenkor, amikor dobol vagy gyakorol, akkor így bejelentkezik valahova?
Igen, hát, a szobában beköszönöm. Nem, nem úgy értem, hogy van online oktatás, vagy tanár, vagy ilyesmi. Hát a suliban van dobtanár, és heti kétszer online dobórája van. Ezt. Zoomon, vagy nem tudom, mi keresztül összekötjük, ugye megvan a meghívó, megkapja a meghívót, leül a dobfelszerelésre, azt kihangosítjuk egy bluetooth-os kis hangszóróra, és akkor a dobtanár megmondja neki, hogy ne úgy a lábcínén, én behúzom az ajtót, mert nem értek hozzá, és akkor a gyerek az dobol, persze. Heti kétszer, meg amikor van kedve, akkor leül a dobfelszerelés mögé, és akkor eldobolgat. Össze tudod dugni telefonnal a dobszerkót, és akkor hallja a zenét is. Tehát, hogy nagyon ki tud hangosítani a dobszerkót. Egy kis elektromos dobszerkó, tehát nem a nagy dobokat üti, de ugyanazzal a hanggal, 26 fajta effekttel, 26 fajta hangszínnel üti-vágja. Ügyesen dobol egyébként. Tehát vannak dalok, amiket már effektíve eldobol. Tehát nagyon-nagyon jó. Jó, akkor benne még egyszer a Raining Blood of the Slayer-t. Jó, ezt még letoljuk, aztán... Ott azért van tempó, gondolom. Ugye? Tehát ez nem a kezdőknek való dal. Na, Benike, akkor nézzük az első dalunkat. És ráadásul maszatolni se lehet, mert ott azért a dob eléggé rendben van, a dob is. Igen. Nem bíró Mari fánksütésére büntetitek magatokat, kérdezi valaki, nem? Ó, te. Na hát ez jó, én kikövetem bíró Mari gyerekek. Elég volt, én se követem nekem is. Hát nem váltott fiókot, tudod mi a baj? Hogy fölmész az Instára, és csak ő van rajta. Uh-huh. De Bíró Mari üres kamerakép. Napjaink legnépszerűbb influencer. Igen. Üres kamerakép a kertről, ahol ő majd tornázni fog, beállítás. Utána belemászik a kamerába, beköszön, következő, egy perc múlva az élő tornázás. Tehát gyakorlatilag tegnap 75 posztja volt fönt. Uh-huh. És kötelező háttérként mindig ott van egy csillagkerékpár. Hogyha ha megfigyelitek, valamiért ő azt hiszi, vagy azt gondolja, hogy az a tökéletes díszlet, az a tökéletes háttér, és mindenhol ott van ez a kis kempingbicikli. Én nem tudom, mi a funkciója. Aztán ugye a nemzeti összetartás jelképező két zászló, leszúrva az egyik ágyásba mellette, és utána pedig jön a torna, amit Feri is említett. Há már, na, szóval az a valami. Én is kikövetem, nekem is sok. Tehát, hogy tegnap bekövettem, nem mondod. De, igen. De pillanatnyilag aranyos ötletnek tűnt, hogy kövessük igen. őt. Uh-huh. Ez tegnap még ötlet megtűnt, mert amikor megkaptam a negyedik ilyen majdnem esztelen képét, rosszul fotózva, rossz melltartóba, rosszul kinézze, akkor mondtam, hogy hát van elég nyomor az életemben, szóval, hogy na. No, szóval nagyon jó, értem, fölkapta az internet, meg Bíró Mari, meg minden, de hogy nem akarok beteg embereket követni, úgyhogy hát Ferin egy tegnap elbúcsúztam a Maritól. Visszakövetés. Hát igen, Feritől egy gesztus volt, mert Ferit követi, igen. Tehát, hogy én nekem nem kellett volna bekövetni, mert engem nem követ, tehát azért ez szarul esik, de... Majd ráírok. Jó. De mindegy. Apró kis öröm a napomban, képzeljétek el, kaptam egy ilyen telefontartót, amit itt láttok, úgyhogy telefontartom van a telefonom. Nem fog. Ez semmit, ti nem látjátok, csak nem tudom rakosgatni. De jól néz ki. Nem fogom rakosgatni semmi, végre itt van, hogy csak így megfogom, és ide berakom, és így. Nem látod, tudod, ez milyen kis kevés elég az embernek ilyenkor. Rendelt a Viktória, úgyhogy lerakom a telefonomat, és tartja. Na. Szóval holnap akkor kijárás pillanata, nem elfelejteni, uh-huh. aki játékba kerül, minimum egy sort el kell énekelnie mindenkinek, aki ma játszik velünk, holnap 9 órakor hírek után elindítjuk a dalt. Úgyhogy készüljetek, tegnap hosszasan egyeztettem Dáviddal, még a Márkkal is beszéltünk, hogy legyen, meg mint legyen a történet, nagyon izgulnak, nagyon helyesek, nagyon várják, nagyon aranyosak, hogy tényleg nagyon büszkék arra, hogy őket választottuk, úgyhogy holnap 9 óra után telefonokat bekészíteni, az egész dal le fog menni, úgyhogy vegyétek föl egymást, vegyétek föl, ahogy énekeltek, és aztán majd hashtageljétek, és akkor mi pedig ezeket szépen összegyűjtjük, jó? Már kézzétek, jöttek-e infók, hogy egészségügyi intézmények, kórházak, vidéki városok készülnek erre, úgyhogy nagyon, nagyon klassz lesz, nagyon sokan jövünk lesz. Ugye nem irigyek, hanem ők is jönnek majd, reméljük, zenésztársak. Ja, zenésztársak, biztos. Persze, hát a fölkelnek, azt nem meg tudom. Meg a szakmából. Hát, hova mennének? Igen, mit csinálnának? Este nincs hagyni. Csinálnának, persze. Na. Fél hét van pontosan, jövünk a hírek után, lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. 3-7 lesz, pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Olyan vagyok, mint egy ilyen kis lopakodó betörő a lakásba, aki megpróbálja az új pilótakek szállítmányát úgy kicsomagolni a konyhában, behozni, föltölteni a kis készleteit, hogy a család ne ébredjen föl. És rájöttem, hogy egy ilyen webkamerán kéne közvetíteni, hogy osonok, lopakodok, kutatok a spejzba, mérgelődök, hogy nincs több, és aztán rájövök, hogy mit nincs több. Feltöltötték a készleteimet.
Úgyhogy bárhova nyúlsz, pilóta keksz van. Megérkezett a kis szállítmányom. Figyelj, nem ettem meg eddig 15 csomaggal, akkor egyel se. Lassan elindíthatjuk a kimennyit ízott. Hát... Egyébként így a hallgatók körében egy ilyen felmérést a kimennyit hízott karantén alatt. Igen, igen. Igen. Kint mennyi karanténhágy gyűjt össze. Van új Polgár Peti talú, úgyhogy 7 óra után megmutatjuk, leadjuk, nagyon szeretjük. Kicsit sajnos rövid lett, én még hallgattam volna legalább egy percig, mert az egész dal csak 2 perces sajnos, legalábbis amit én láttam, igen, azt a verziót. Na, vagy amit mi kaptunk, jó lett volna még egy percet hozzáér a Peti, de nagyon jó karanténdal, úgyhogy tegnap megkaptuk, adjuk majd 7 óra után. Jobb kedvetek lesz, higgyetek így, el. Ha, jó lesz nagyon. Abszolút, az élet más területén már egyébként mi is átéltük ezt, hogy a short version az nagyon tetszik, de hogy jó lenne belőle egy long is. Hát ebből is, ebből a dalból is, mert hogy nagyon-nagyon oda tette magát a Peti, úgyhogy le a kalappal előtte. Rádiókompatibilitással írta. Tudod, most igen, a rövid dalok mennek. És hát a régi időket idézi, mind az alap, mind a dallam, azért az a régi Polgár Peti is dalokat idézi, úgyhogy engem nagyon Petinek a sok fellépés mindig ártott egyébként kreativitás terén, most látszik, hogy... hogy nincs. Igen. Jó, te. Képzeljétek el, tegnap voltam automata szoláriumban, ír egy hallgató, totálisan úgy éreztem magam a szóliban, egyedül, mint a Black Mirrorba csöppentem volna Pusz Judit. Az milyen durva. Automata szolárium. Automata szoli, bemész egy ilyen helyre, ahol van egy ilyen elzárt szolárium, lehúzod a bankkártyádat, veled a pénzt, kinyílik az ajtó, szolizol, eljössz és kész, nem kell már ember hozzá. Az milyen menő? Nem? Nincs ott egy pult, nem ül meg ott egy, nem, egy kedves, ilyen unatkozó, manipulőző. Mellette vitrín, mindenféle ilyen testápolókkal, meg szolárium krémekkel, meg aha, így van. Így van, ahogy Feri mutatja nekünk. Általában csajok ülnek bent, igen, a barátnők ott mellettük, vagy készül éppen telefonálnak. Manikűr, vagy a pasiuk van bent velük, nagyon, nagyon undokul tudnak rádézni sokszor, hogy te minek jöttél be. Lakkozzat, hatos lesz. Amúgy csak pénz most oda neki. Igen, utálja az egészet, és akkor egy kicsit szégyenkezve elmész a hatos szolárium. Hogy... Igen. És csak reménykedsz benne, hogy le lehet fertőtlenítve, úgyhogy úgy kezded, hogy a 6 perc szolizásodból az első 2-t az gyorsan végig fertőtleníted, és utána ilyen nagy levegőt veszel, keresztet vesz, és befekszel. Igen. Úgyhogy hát írd meg, hogy milyen volt, kíváncsiak vagyunk. Automata szolárium, én ezt így képzelem, hogy már nincs bent ember tulajdonképpen, nem? Ja. Most, hogy minden gyerek otthon tanul, kiné lesz a szülő értekezlet, kérdezi egy hallgató. Hát meg kell beszélni. Ezt meg kell beszélni, tartsák meg a szülők a szülő értekezletet. Értékeljék a tanárokat, értékeljék a diákokat, értékeljék saját magukat, olvassák fel, hányas jegyet írtak be a gyereknek, nem? Legyen, ezt online kell, és a szülők tartsák, hát most nem a tanárok tartsák. Nem baj, hogy sokan írták, már csak egy hét is itt a tavaszi szünet. Így van, kitartás. Tényleg, mindjárt lesz. Fújunk egyet. Jó, úgyhogy tartson ki mindenki. Sokkal jobb lesz mindjárt. Mint a tavaszi szünet, el tudtok utazni, pihentek egy kicsit, nyaraltok, újra együtt a család, sok belső program, külföld, indó. Mentek. De tartsatok ilyet, most ez az egy hét, ez hamar. A másikra, hú, de jó lesz. Persze, hamar nem kell tanulni, otthon vagytok, érted? Hát ez tök jó, kicsit végre otthon, nem? Hát nem kell rohanni reggel munkába, iskolába, hát ez mindig jó. Jó idő lesz ráadásul. Úgyhogy... És várom át a szünetet, nagyon. Ó, nagyon, mi is. Biztos, hogy nagyon jó lesz. Mi is rengeteg helyre megyünk, a ház mögé akarunk menni idén. Ne vállalj ekkorát, Jani, ne vállalj ekkora túrát. Szerintem levágom a füvet, még egyszer, ma is, meg még egyszer. Háromszor vágom mostanában a füvet. Naponta. Csináld kisollóval. Egyébként lehet, hogy az egy jó ötlet. Most ugye az van, hogy előveszed a kis fűnyíródat, beröffented, végigmész. Túl kell. Gyors. Túl gyors. Szépen kisollóval szegényírás, aztán tovább mész, mér egy centivel a fűszálakat, hogy mindegyik ugyanakkora legyen, eltart egy darabig. Jó ötlet, megfontolom. Látod? Ugye felújítás, fűmagok elszórása, darabonként. Egyesével. Hát figyelj, be kell osztani az időt. Tartalmasra kell tenni minden pillanatot. Hogy nem szabad elkapkodni. Hát, egy fűnyírás az vétek, érted, hogy levágod az egész füvet. Hát oszd részletekre. Ma az egyik részét, holnap a másik részét. Hát ne kapkodd el. Figyelj, komolyan mondom, hát, megcsinálod, mit csinálsz holnap? Ilyen teátrális mozdulatokkal még nem húztam ki a kukát, mint ma. Látványosan. Persze, látványosan megvártam, hogy kinyílik a kapu. Szépen megfogtam, megdöntöttem, megfelelő szögben, elkezdtem húzni, nem kapkodtam.
amikor elértem a kapunyító sínig, illetve a kapunak a sínjéig, akkor ott egy picit lassítottam, hogy ne olyan durván haladjak át rajta, szépen kihúztam, letettem, beigazítottam, körbenéztem az utcán, oda köszöntem volna bárkinek, de nem volt senki. Aztán szépen visszafáradtam, megvártam, még becsukodik a kapu. Hát ilyen, tele van az ember élete izgalmakkal, hogyha igyekszik megtölteni. Bizony. Én végignéztem, hogy elmegy a szelektív kukát, összegyűjt a kukásautó, integettem neki, mérgelődtem, hogy nem vittem ki a kukát, mondom, akkor most várok újra egy hónapig, tehát, és akkor elbúcsúztattuk ott a Benivel, álltunk, mondom, látod, Beni, látod, na ez már most elment, látod, na hát így nem vitte ki apád a szelektív kukát, jól van. Ez egy program volt, megnéztük, búcsút vettünk tőle, és aztán folytattuk a napi tevékenységünket. Hát ez így, mindennek örülni kell. Mindenben meg kell látni a jót, igen. Igen. Balázs egy hét, és húsvét négy napot töltetsz otthon. Krisztán küldte nekünk teljesen komolyan Kárpátaljára. Köszönjük szépen, Krisztán. Nagyon fontos, hogy négy napot töltetek otthon, kiszámolta. Jó. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő. Na, péntek, tessék. Húsvét, hétfő. Nagy péntek, ugye? Egy szombat, vasárnap. Ő ebbe kapaszkodik. Pontosan. Tök igaza van. Valószínűleg ő dolgozik akkor. Igen, én egy picit most más életvitelt élek. Na jó van. Megnézzük a játékosunkat. Kivel játszunk ma reggel? Uh-huh. Jöhet. Nem lesz Wimbledon se. Na most gondold el. Tehát azt gondold el. Nem is Wimbledon. Azt valahogy el tudom engedni. Uh-huh. Oké, nem. Itt nem is a Wimbledon a lényeg. Hanem hogy az július közepe. Ebben ez a dermesztő. Ugye? Na most ha a britek elengedték július közepét, akkor az azt jelenti, hogy ők elengedték a nyarat. Uh-huh. És nem csak ők, hanem mindenki más nyugodtan elengedheti, mert ha még, ugye ezt tegnap is beszéltük, hogy ha még mondjuk május végére csitul is a dolog, akkor sem ered még megrendezni egy nagy fesztivált nyáron, mert nem tudod, hogy mi van. Nem. Nem. Kíváncsiak a Sziget, meg a Volt, meg ezek mikor mit jelentenek be, de szerintem hamarosan. Semmi. Hát szerintem semmiből nem lesz semmi. Az biztos. Ilyenkor az előadók megkapják előre a lóvét? Van egy csomó nagy előadó, aki elkéri legalább a felét. És a magyar zenekarok? Tehát hát szerintem ők nem. Nem? Tehát amikor nem. Lekötöd őket már egy Sandra, lekötöd őket egy Effotra, lekötöd őket egy, mit tudom, egy Strandra, vagy egy Voltra, akkor azt nem kapják meg valami részét. Elméletileg olyan szerződést kötnek, ami védi őket, tehát hogyha nem történik meg maga a buli, akkor kifizetik őket, nem tudom. Aha, azt tudom, hogy ilyen arról... esetben... Tehát, hogy így biztos van ott valami apró betűsúlyi rész, ami mondjuk így a szervezőket is védi, tehát, ja. Hogy tudod, hogy akkor kérem a lóvénak a felét, de hát a világjárvány, és ez bárki mondhassa. Hát lehet, hogy már a lekötésnél. Ebben az esetben is. Aha. Hát azért én nem tudom, hogy ez azért egy olyan körülmény, ami nem a szervezőnek a hibájából történik, tehát nem arról van szó, hogy ők esetleg valamilyen gigszert vétettek, vagy a fene tudja. Hanem hát igen, csak lehet, amikor lekötöd őket, már ki kell fizetned. Tehát egy januárban lekötöd őket 6 fesztiválra, és február 31-ig, mondjuk az nincs, akkor február 28-ig, át kell utalnod a pénzt. Ugye? Mert hogy te lekötötted őket, vagy valamennyi előleget szerintem egészen biztos. Szerintem ilyenkor azt csinálják, hogy majd akkor egy későbbi időpontban megcsinálod a koncertet. Tehát ha már kifizettek, nem? Mondjuk nyilván Szigetet nem lehet decemberben tartani Szigetfesztivál. Jövök jövőre. Igen. Azt mondja az előadó. Jövőre kéthetes lesz. Ja. Igen. Hát kíváncsi vagyok én is. Na megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel. Jó reggelt, fiúk, sziasztok! Jó reggel. Jó reggel. Kit Ilona hívta minket? Te jó, én Pécsről telefonálok. Pécsről telefonálsz. Kit, igen, tudod, mi történik holnap 9 órakor? Igen, igen, hallottam róla, minden reggel hallgatlak titeket, úgyhogy... Határozottan készülsz, telefonbekészítve, viszel magaddal valakit, ráérsz, tudsz énekelni, ott leszel velünk együtt? Hát egyedül éneklek szerintem, vagy hát nem tudom, majd még itt megbeszélem a kolléganőimmel, hogy ki lesz benne, vagy ki nem. Ne legyél már ennyire negatív. Kitty, hogy ki lesz benne? Mindenkit, ez 3 perc hát az egész. Ezt énekelni kell. Itt most mindenki. Az egy dolog, hogy én így állok hozzá, de most, hogyha a többiek nem akarják, akkor majd ők vesznek engem, és jót rögnek rajtam esetleg, mert nem, elég sok a szoktam bénázni. Vonulj félre egy kicsit. Ne foglalkozz vele, ha ők nem röhögnek, te benne vagy a nagy körbe, érted? Ők kívülállók lesznek végig. Igen. Mit csináltok? Mit dolgoztok? Én raktáros vagyok.
Raktáros vagy. Na, hát akkor ott belefér, nem? Hát akkor ott tudtok egy kicsit dalolni. Hát ez egy elég kicsi raktár, ez egy textil raktár, úgyhogy igazából ketten vagyunk a kolléganőmmel, nálunk hát nyugalomban egész nap. Hát jó, hát akkor is nem jó arc a kolléganőd, hogy nem akar énekelni, vagy nem? Nem túl jó fej? Na most mit mondtam? Igazából még nem beszéltem vele erről, nem tudom, hogy ő hallotta, ja, vagy hittem, nem hallotta, de most így majd hallja, és akkor majd benne lesz a buliba. Megerőlegeszed azt neki a bizalmatlanságot. Igazából még nem beszéltem vele soha. Azt hittem, azt mondod. Dolgozunk együtt. Nem beszéltem. És még működtök, nem álltatok le, nyomjátok, tehát ott még zajlik az élet. Igen. Uh-huh. Jól van. Kivel játszanám? Hát igazából Feride esett a sors akarata. Hát ha igazából, akkor én készen állok rá. Nagyon helyes, nagyon helyes. Jól van. Miért Ferit választottad? Hát mert nem, én nem akartam választani, úgyhogy bedobáltam a neveteket egy kalapba, és a Ferit húztam ki. Hát ez óriási, de ez jó. Nagyon jó. Hát az tök jó. Tök jó, tehát a szerencsére biztos. Igen, mert igazából mindegy lett volna, mert mind a hármatokat szeretem, és így én nem akartam eldönteni, úgyhogy... Úgyhogy a sors a és a sors keze. Nagyon helyes. Nagyon jó. Ebből még bármi lehet. Jól van. Oké, hát akkor figyelj ide, akkor esetek egymásnak, jó? Jó. Jól van. Jani? 3, 2, 1, fire! De kicsit szerelmes vagy azért belém, ugye? Jól hallod. Jól hallom, épp hogy az eljegyzésem. Eljegyzésem? Igen. Aj, nem mondtam ki. De már kimondtad a nemet azzal, hogy még nem mondtam ki, szívem. Jaj. Aj, nem már. Te cuki vagy. Épp az eljegyzésem. Ennyit kellett volna. Pedig felírtam ide a papírra, hogy miket nem szabad mondani. Jaj, de sajnálom. Ja, felírtad a tiltott szavakat a papírra. Igen, és áthúztam, és ideírtam, hogy mit szabad mondani helyette. Jaj, te. Eljegyzés is, szerelem, munka is van, és akkor ilyen csúnyán. Áó. Igen, jaj, nincs időm unatkozni, és nem volt időm felkészülni. Igen. Pedig akartam hozni a hallgatóknak egy pontot, de hát ezt hát elbuktam. Igen, igen, de az jó lett volna, rájuk fért volna. Igen, sokan jönnek így, aztán logóról távoznom. Igen. De most itt a kolléga hallott. Hallom már végül? Annyira sajnálom. Kitti, én is, vérzik a szívem, hiddel. Na, jóvá teheted egy kis énekléssel, jó? Figyelj, elindítjuk a dalt, hallgassuk, hogy énekelni, hallgassuk meg, mi jaj, hallgatom. Nem, jó úristen, borzalmas hangomban. Ne törődj vele, figyelj, ennyire jó fejnek. Csak a refrént, figyelj, nem kell tudni a rebbetétet, figyelj. Jó? Figyelj, hallgassuk. Mikor feladnád, akkor a fejedet lehajtanád, én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt. Veled teljesen. Hey, szapsod, te vagy nagyon jó. Jó. 90-es években simán karriert csináltál volna, valamelyik lányodába. Jobban énekeltél, mint a Baby Sistersből 2. Azt hiszem, akkor alapítok egy zenekart én is, vagy beállok a halott pénzből. Így van. Nagyon jó, jó, nagyon, van. Nagyon jó nyomod. Jó van, így kell ezt nyomni. Oké. Okay. Annyira sajnálom, hogy ezt a játékot elbuktam. Nem volt, nem pedig volt benne, bár... ne sajnáld, nem tudtál volna nyerni. Tehát egy picit se sajnáld, mert egyáltalán nem játszol jól. Tök jó, nem azt mondtátok, azért, hogy ne nézzük le egymást? Nem nézlek le, meg volt benne. Objektív vélemény volt, amikor a jó játszik a játékos, meg szoktam dicsérni, de te ne sajnáld, nincs mit. Tényleg, mert hogy esélytelen voltál. De ennek ellenére tök cuki vagy, tehát hogy én teljesen tisztán látom, hogy tök helyes, kedves csajszi vagy, de a játékot ne sajnáld, mert ez olyan, hogy én sajnálnám, hogy kikapnék Lewis Hamiltontól, ha beülök egy forványos autóba. Ennyi. Nem vagy túl jó játékos. De ez nem baj, tehát hogy ez egyáltalán nem baj. Tehát aki nevet és egy igen mond egyszerre, hatodik másodpercben, próbáld meg újra, így van. Tehát telefonálj valamikor, játsszunk még. Figyelj, mi itt lesz, nem fogom időnk feladni. Van. Ne add fel. Jó? Jó, kitartás. Köszönöm, fiúk, örülök, hogy beszéltem veletek, már ez is élmény volt. Nekünk is. Győzd meg a kis kolléganődet, a Morci lányt, hogy énekeljen ő is. Énekeljetek egyet. Jó ez most ilyen nagy különböző. Nem, Morci. Akkor győzd meg a kis mosolygósat, jó? Tényleg ez most tök jó, de és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok tízezer ember fog együtt veletek énekelni. Ez egy tök jó dolog szerintem.
Biztos, mert én mondom, én szeretem az ilyeneket, meg úgyis mindig titeket hallgatlak, mindenféle dologba benne vagyok, ami veletek kapcsolatos, úgyhogy. Mm. És a 100%-ot sokkal jobban fog menni, mint a fekete férigen, nem? Ez valóban így van. Ekkora rohadék vagy. Igen. Na jó, van, puszi. Ciao. Köszönöm, fiúk, puszi. Puszi, nem morcit is. Puszi, nem morcit. Puszi, szia. Na jó van, gyerekek, új Polgár Peti dal, új a karantén dal. Én szívem szerint fél óránként leadnám, annyira szeretem. Szóljon. Szóljon a karantén dal, majd leadjuk 8 után is a későnkelőknek. Úgyhogy Polgár Peti legújabb dalával jövünk a hírek után. 7 óra után vagyunk, 13 perccel egy jó kis mulatos dal, Polgár Peti, amit drága Petinkkel, igen, szólunk neki, hogy még egy kicsit írjon hozzá. Írjon hozzá, legalább még egy refrént, hogy legyen egy 2,5-3 ez a dal, mert ez most 2 perces, nagyon rövid, de imádjuk, szeretjük, a jobb kedvem lett. Én tegnap annyit röhögtem rajta, tök sokszor meghallgattam, úgyhogy Polgár Peti, ami házi dalszerzőnk újra írt egy dalt. Régi fényében csillog. Régi fényében csillogom, milyen jó is volt, ugye, amikor még ez a dal a Szepesi Nikiről szólt, ugye, mert volt ilyen dal, Szepesi Niki, ugye? Hát most pedig megírta a karanténdalt, úgyhogy egy nagy taps Petinek, gyerekek, fogjuk még adni ezt a dalocskát egyébként, úgyhogy nagyon, nagyon jó. Azt nézem, csak igen, hol lehet Petinek gratulálni, ne ébresztitek még fel, most megérdemli, hogy aludjon. Jó? De leadjuk még ezt a dalt. Na, de nekünk is van egy dalunk, amit viszont nem szabad elfelejteni. Holnap 9 órakor a hírek után mutatom, hogy mit kell énekelni, mutatom, hogy mit énekel majd az ország. Mindenki veszi kamerára, veszi a haverját, veszi a kollégáját, veszi azt a családját, ahogy énekli. Én ott leszek. Így van, ez a dalunk, gyerekek. Holnap 9 órakor sok videót szeretnénk látni, sok daloló embert szeretnénk utána majd látni, ha túl vagyunk rajta. És egy nagyon jó klippet szeretnénk belőle vágni. Jó? 9 óra. Jani, egyre jobb vagy a szó végekkel. Így van, holnap 9 óra a nagy kiállás pillanata. Telefonokat felkészíteni, rögzíteni, összeborulni és énekelni magatokért, a dolgozókért, a tanárokért, a gyerekekért, az országért, hogy egyszer ezen túl leszünk. Jó? Úgyhogy lehet nyomni, gyerekek. Nem és addig is osszátok a hírt, meg osszátok a hashtaget, jó? Hashtag kiállás napja, kiolos napja. Pillanata továbbra is. Figyelj! Refrén! Mikor mikor a tudod, milyen volt ez, gyerekek, a strandon, mekkorát bulisztunk tavaly, úristen, és még nem sejtettük, hogy mi lesz. Bizony. Még nem sejtettük, hogy ez mi lesz. Mi lesz ez a 2020-as év. Na jó van, gyerekek, holnap tehát 9 órakor, jó? Holnap 9 órakor a kiállás pillanata. A halott pénzzel együtt a srácok már nagyon készülnek, úgyhogy tessék összeborulni és mindenkivel énekelni. Jó lesz. Gyerekek, Polgár Petire visszatérve ezt a dalt, én akár 20 percenként is meg tudom hallgatni, ez ma kirángatott a depresszióból, írja nekünk a Viberen. Hol lehet Petinek gratulálni? Igen, nagyon jó. Úristen, nagyon régen hallottuk már Petit, de jó, hogy írt egy újabb dalt, karantén dal, óriási. Írja nekünk valaki. Szívesen hallgatom, rá is kerestem YouTube-on. Biztos, hogy emelkedni fog a megtekintés. Hát hogyne? Ez még csak most indul. Na, mi arra gondoltunk, hogy csinálunk egy gyors kitekintést két országba, hogy mi a helyzet, New Yorkban és Svédországban, mindenhol vannak hallgatóink. Természetesen, hogy vannak hallgatóink. Ugye a svédek nagyon máshogy kezelik ezt az egész koronajárványt, ezért szeretnék egy kicsit az ottani ügyel foglalkozni, de előtte gyorsan kikapcsolunk New Yorkba, azért mondom, hogy előtte, mert ott ugye éjjel van már, és nem várakoztatnánk tovább a hallgatónkat, hogy egy pici kis New York-i hangulati helyzet jelentéssel számoljon be nekünk, hogy egy állandóan nyüzsgő, soha nem alvó metropolis, mint New York, hogy viseli a megpróbáltatásokat, azért ez baromi érdekes tényleg, hogy olyan képeket, képsorokat látsz erről az a városról, amit az álmodban nem gondoltál volna. Mint egy filmforgatás tényleg. Szóval, hogy az a város, ami soha nem alszik, ami soha nem kihalt, ami mindig lüktet, ahol éjjel 3-kor is emberek állnak a Times Square-en, és nyüzsgő élet van, egyik pillanatra másikra, hogy meg tud változni, és milyen arcát tudja mutatni.
Úgyhogy felhívjuk Szebeni Tomit, aki már itt is van velünk egyenesen New Yorkban. Tomi, jó reggelt! Vagy hát jó reggelt kívánok! Jó reggel. Elvusztok. Jó reggel. Hát nagyon köszi, hogy megvártál minket. Mikor mennyi? 2? Egy óra mennyi van most nálad? Hát itt 1:17 van. Ami normál esetben hallottam, igen Balázs, ez New Yorkban ez nem egy időpont. Egyébként, tehát hogy itt azért azt mondtam, hogy egy éjféli metróval, amikor megyek hazafele, akkor többen vannak a metró normál esetben, mint most, csúcsidőben, nappal. Olyan kevesen vannak a városban, szinte senki nincs, hogy azt hiszem, hogy New York, amióta úgy hívják, hogy New York, tehát megalapítás óta nem élt át ilyen ürességet, mint ami most van itt ebben a városban. De akkor ez azt jelenti, hogy az amerikaiak betartják, vagy hogy megijedtek, vagy hogy tudomásul vették, mert ugye még a saját elnökük is sokáig bagatelizálta a dolgot, és próbált... Igen, hát az elnök az még a mai napig is szerintem maga se tudja azt, hogy ez létezik, ő most is azt gondolja, hogy ez nem valós történet, ezt csak kitalálták az ő bosszantására. Betartják Manhattanben mindenképp, Manhattanben azért is Manhattanben a legalacsonyabb a fertőzöttségnek a száma, vagy a regisztrált koronavírus fertőzötteknek a száma, mert betartják és otthon maradnak az emberek. Ami probléma volt itt, és ami miatt New York egy nagyon súlyos helyzetben van most ebben a pillanatban, az az, hogy bizonyos csoportok nem akarták ezt a dolgot, tehát úgy értékelték ezt a szabadságot, az otthoni, tehát nem kell dolgozni akciót, mint egyfajta vakáció, és sajnos bizonyos butább, így kell, hogy hívjam, mert butább, nem tudok más erre mit mondani, arra használták fel, hogy jó, hát akkor nem kell dolgozni, akkor csapatostól összegyűlünk, barátok, haverok, megyünk a mindenhova, tehát itt például bizonyos templomokban nem akarom közavallást mondani, de bizonyos templomokban összegyűltek az emberek, többet voltak ott, és már nem tartották be azt a szabályt, hogy tényleg maradjatok otthon, azért nem kell dolgozni menni, mert nem akarunk, hogy érintkezzetek egymással. Ezt arra használták föl, hogy elkezdtek templomba járni, hatalmas tömegében összeverődtek, és nem csak New Yorkban, hanem New York környékén is, és ez juttatta el odáig New Yorkot, hogy jelen pillanatban New York összes, de tényleg jól értsetek, hogy összes kórházában kizárólag olyan beteg van, aki koronavírus pozitív fertőzött. Minden más. Olvas az ember, igen, igen, mondjad. Igen, ezt az, van nekem orvosbarátaim vannak, és ők mondják, hogy ezt én sem tudtam eddig egyébként, hogy ma New Yorkban, az összes kórházban már csak, aki bent van a kórházban, az koronavírus fertőzött, tehát ha valaki, nekem is azt tanácsolták, hogyha bármi bajom lenne, akkor ne menjek kórházba, mert hogyha csak megfázok, hogy bármi más bajom lenne, akkor biztos, hogy a koronát elkapom a kórházba. Igen, nekünk tegnapi számaink vannak, 75 ezer regisztrált fertőzött, ez csak New York állam, 83 ezer fertőzöttre nő, tehát egy nap alatt is elképesztő sokat. Igen. És azt mondja, hogy már ezren haltak meg, és ugye 47 ezer esetet regisztráltak, tehát hogy így csak New York városában. Tehát így iszonyatos szám, 12 ezer beteg a kórházban. Így van, most a Central Parkba felépült már az ideiglenes kórház, a hadseregnek megérkezett a Hudson folyón parkolt le a kórház hajója, egy hatalmas kórház hajó, és ezek csak azért jöttek, hogy azokat a betegeket fogják odavinni, akik nem vírusfertőzöttek, mert bizonyos embereknek azért szükség van kórházra, akik normál esetben a kórházba kellene menni, sok más miatt szív problémák, nem koronavírusfertőzöttek, hogy ne kapják el, ezért van itt a hadseregnek a kórház hajója, ezért építették fel a Central Parkban, de mára tényleg... Most ami ilyen szempontból jó, hogy nekünk, akik nem fertőzöttünk meg, azoknak jó, mert hogy mi nem érezzük ezt, mert azért most már azért az emberek tényleg itt New Yorkban
most már szének fölé vettek, és otthon maradnak. Ma voltam Manhattanben, épp az imént nem olyan rég, néhány óra vagyok, jöttem vissza Manhattanből. Tehát nem érezni, tehát olyan üresek minden utca már, amilyen egy mindennap üresebb és üresebb és üresebb. 40 ezer, a New York államnak a kormányzója 40 ezer lélegeztetőgépet kér, de csak 4 ezer érkezett, és nem tudott többet adni a központ, a federal, mert hogy az egész államokban el kell osztani. A Cuomo kormányzó 40 ezer lélegeztetőgépet kért, mert hogy a tetőzés az még nem, az körülbelül 3 hét múlva lesz. Tehát, hogy körülbelül úgy számolják, hogy 3-4 hét múlva fog csak tetőzni New Yorkban a fertőzötteknek a száma. Annak ellenére... 200 ezer fertőzés diagnosztizálnak már az Egyesült Államokban. Igen, és a szomorú oldal, hogy jelen pillanatban, és kapaszkodjatok meg, az orvosok azt mondják, hogy jelen pillanatban New York állvárosban valamivel több mint 1000 ember halt meg, viszont 100 ezer ember fog meghalni. Ezt jósolják. Tehát még nem vagyunk még a 10%-ánál. Tehát akkor semmi túlzás nincs azokban a hírekben, amik arról szólnak, hogy ez Egyesült Államok az új Wuhan. Tehát az igen, a járvány már mondják rólatok, abszolút. Nincs. Hát mondjam, ez van 1%-át érte el a halálozások száma jelen pillanatban. És ez csak New Yorkról beszélünk most. Tehát New York városáról beszélünk csak, hogy 100 ezer halottat várnak. Ami sajnos tény, hogy az orvos barátaim mondják, hogy kórházban dolgoznak, mindenki ismerősen az a kórházban dolgozik, különböző részein a városnak. Az van, hogy valóban 60, a leginkább 60-65 év fölöttiek, és egyéb betegségekkel is küzdő emberek azok, akik elkapják, és nagyon könnyű elkapni. Tehát csak ha beszélgetettem valakivel, 2-3 méterről el tudott kapni ezt a betegséget. Az a hír igaz, egy-két amerikai városról már felröppent, hogy ilyen hűtőkamionok állnak a kórházak mellett, mert már a halottakat nem tudják hová tenni. Hát ezt nem tudom most megcáfolni, mert nem jártam a kórház közelében. A Nemzeti Gárda minden esetre New Yorkban itt van, és ők már készenlétben vannak egyébként. Ezt, hogy hűtőház, azt nem tudom, de elképzelhető, hogy már erre is gondolnak, hogy erre is, mert azért itt a Trumpon kívül mindenki más azért okosabb, és ők azért tudják, hogy mi van. Sajnos az a probléma, hogy a Trump az amikor ők hatalomra került, akkor ő egyáltalán nem érezte fontosnak a járványügyet, ezért akkor le is váltotta a járványügynek a felét, csökkentette a budgetet, a költségét, tehát hogy ő nem az ő csapatok, vagy az ők nem gondoltak arra, hogy lehet egy ilyen járvány, és éppen ezért most kapkodás van. Hát hogy, tehát, de hát erre Trump elnöksége rámehet most elég erősen, szóval, hogy itt most nem kezdeni. Nem bánnánk egyébként. Hát figyelj, megértük azt, hogy az oroszok küldenek ugye az amerikaiaknak segélyszállítmányt, bízva majd az amerikai segítségben az oroszoknak lesz szüksége, mert tegnap érkezett meg ugye a teherrepülőgép. Maszkok és egyéb orosz felszerelések jöttek az amerikai világvárosba, gyerekek. Azért ez is mennyire durva a koronavírus elleni harcoz. Hát igen. Szóval azért ez is durva. És ugye az a baj még, hogy ilyen lélegeztetőgépet nem gyártanak minden sarkon, és jól lehet most Amerika és Kínából kapja a lélegeztetőgépeket is, és ugye minek után az egész világon több más ország is Kínából vásárolt, tehát kezd beszűkülni a kör, a lehetőség. Most már azt csinálják itt New Yorkban, hogy egy lélegeztetőgépet úgy alakítanak át, hogy az 2 vagy 3 ember lélegeztetésére is egyszerre alkalmas legyen. Mert aha, már most látják azt, hogy nem fogják tudni pótolni azt a mennyiséget, beszerezni azt a mennyiséget, amire szükség van. Ami viszont jó, és ellentétben Magyarországgal, amit hallottam híreket, hogy az üzletekben
nem drágultak, és ez nagyon jó gyerekek, hogy amíg hallottam, hogy otthon a csirkemell, kihasználták ezt az alkalmat. A picit megugrott. Picit megugrott, igen, mintegy 150%-kal megemelt. Nem sokkal, igen. Egy ezressel lett több. Igen, azért mondom, hogy minimum 150%-kal megemelték az árakat. Most addig itt nem szabad ilyesmit csinálni, ugyanis működik egy telefonszám, egy központi telefonszám, ami direkt arra van, hogyha elmegyek egy üzletbe, és azt látom, hogy a csirke mell mondjuk 10-15%-kal drágább, mint korábban megszokott, akkor ezt a számot fölhívhatom, elmondhatom azt, hogy ebben a áruházban, Manhattanben, itt az utcán ilyen áremelkedést tapasztaltam, és akkor az államhatóság abban a pillanatban lecsap rá, ugyanis vészhelyzetben kimondják, hogy soha nem tehetnek ilyesmit, tehát nem emelhetik föl, ezért nem is emelték föl, tehát így minimálisan változtak az árat, igen. Tehát jó, nagyon vigyázz el, hogy a New Yorkiak leginkább a Manhattaniek 99%-a nem tud főzni, nincs miért mit felvásárolni, mert egy pizzát nem tudnak megcsinálni. Tehát Manhattanben ezek leginkább olyan kérnek, akik étterembe járnak, napi háromszor Wall Street-en dolgoznak, mert nem tudnak főzni, tehát a New Yorkiak nagy része nem tud főzni. Az a város másról szól. Igen, és ettől függetlenül azért vásároltak az emberek maguknak, de nem eszeveszettől, tehát itt nem volt az elmúlt hetek alatt egyetlen egyszer sem az, ami otthon tapasztalható volt, hogy egy tonna cukrot vagy lisztet vásárolt volna valaki. Erről szó sincs. Időlegesen egy-két napig volt bizonyos termékekből egy ilyen időleges néhány napos hiány, de csak azért, mert az aznapi mennyiség elfogyott az üzletből, és a következő egy-két napba pótolták, de már ez megszűnt, tehát itt nem volt felvásárlási láz, nincs hiány a boltokban, nagyon kulturáltan, és itt a boltokban az van, már amint ez nem otthon is, hogy csak bizonyos számú embereket engednek be, de nagyon szépen kulturáltan, az utcán szépen megvárják. Figyelj, Tamás, és fura a hangulat, szóval egy ilyen nyüzsgő városban, mint New York, ami tényleg éjjel-nappal él, hát aki volt, ott tudja, hogy egyszerűen ilyen szellemvárossá változik, az ember lemegy egy-egy sétálni, nagyon érdekes. Igen, fura. Nem megyünk sétálni, de nekem ma be kellett menni, mert ma indultak haza, illetve néhány óra ezelőtt hazaindult egy repülő Magyarországra, ami magyarokat, itreket, magyarokat visz haza, Los Angeles, New York, Budapest. Érintésem az első vonal, a másik az Toronto, Chicago és Budapest vonal érintése, és egy harmadik repülőjárat pedig Miami keresztül megy Budapestre, és holnap délután, illetve ma nektek már, ez a nekem is már ma délután olyan 4 óra környéken fog landolni a budapesti repülőtéren. Igen, fura Manhattan, azért nagyon fura, mert egyrészt én azért mindig jártam valahova, tehát színházba, könyvtárba, valamelyik múzeumba, menhetem mindig mozgott és nyüzsgött, és ma egyszerűen olyan érzésem van, mint filmben lennék, egy metró megálló, ami a Midtown, tehát a Manhattannek a közepében van, látni egy olyan metró megállót üresen még soha nem láttam. Úgyhogy üzemel, tehát hogy működik, csak nem mennek az emberek. Tehát egy metrószerelvényen, ami máskor állni nem lehet, olyan sokan vannak, most körülbelül 4-5 ember utazik rajta napközben, csúcsidőben. És nagyon fura, de ugyanakkor mégis van valami vészjósló súlya ennek a történetnek, hogy Manhattanbe vagy. Én egy kisvárosból származom, Cegédről egyébként, és egyszer, amikor hazamentem New Yorkból, én még pont azon gondolkodtam, hogy úgysem felszálltam a repülőre New Yorkban, ahol zúgott a fejem a tömegtől, majd 14 órán múlva már Cegléden sétáltam, ahol pedig üresség volt. De most ugyanaz van. Itt üresség van, az autók nem zúgnak, mert nincsenek, és nagyon fura. És ha kijebb mész, Manhattanben vannak a legkevésbé az emberek. Itt van legkevesebb fertőzött is egyébként. Ha mondjuk nem ez Bronxba, most például én itt vagyok Bronxba, itt is olyan csend van, hogy én ilyet nem is emlékszem arra, hogy
valaha gondoltam volna arra, hogy ez ilyen előfordulhat. Hogy ez megérem. Hogy, igen. Még utoljára, még akkor már kezdtek bezárkózni az emberek Manhattanbe, de még például a színházak működtek, és legutoljára még 3-4 héttel ezelőtt a Tina Turner musicalt láttam a Broadway-n, és rákövetkező nap zárták be a színházakat. Igen, hát erről mi sokat beszéltünk, hogy úgy mentél valahova még az előző nap, hogy nem sejtetted, hogy hosszú ideig nem mész oda. Nem tudtuk. Egyik pillanatra a másikra. Mennünk kell. Mennünk kell. Én azt kívánom nektek, hogy vigyázzatok magatokra, és hát éljétek túl, és hát ha máskor még egy pár héten belül akartok valamit hívni, akkor nyugodtan jó, tegyétek. Jó, beszéljünk, nagyon érdekes. Én itt nem köszönjük el, jó? Vigyázz magadra, köszi Tamás, ciao, köszi. Hello, Szeveli Tamásnak, köszönjük szépen New Yorkból. Jövünk mindjárt, kapcsoljuk Svédországot, akik tök máshogy reagálnak erre az egészre, ezért is érdekes a dolog, úgyhogy mindjárt folytatjuk Svédországgal a hírek után. 3-4-8, ez pontosan 4 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Nagyon sokan írtátok, hogy olyan jó volt a beszélgetés, hívtuk egy hallgatónkat New Yorkból, aki egészen érdekes atmoszférát és képet festett, de így még láthatatlanul is a városról, hogy milyen lehet egy állandó nyüzsgő, élő, éjszaka és lüktető metropolis. New Yorkról mesélt nekünk, ugye, hogy kezelik a járványt, hogy mi történik jelen pillanatban. Érdekes, és egyben ijesztő. Érdekes, és egyben ijesztő, így van, így van. Nem indult meg a felvásárlási dömping, ugye. Erről is beszéltekünk Tamás meg, hogy Trump hogy kezeli, és hogy mi történik New Yorkban. Bali, úgy beszélsz New Yorkban, mint ha jártál már valahol, érted, mire gondolok. Én jártam, csak Vikivel nem sikerült eljutni. Az út az kútba dől, de jártam New Yorkban egyébként. És tényleg elképesztő hely. Szóval ezért is vicces. Nagyon jó volt a beszélgetés, érdekes volt hallani, sok ilyet csináljátok, hogy kapcsoltok a világban. Hát olyannyira csinálunk, hogy beszélünk most egy svéd hallgatónkkal, és ugye hát ez a svéd dolog, ez egy érdekes dolog, mert talán ők az egyetlenek, akik még kitartanak az úgymond, hát hogy is mondjam, csak tulajdonképpen a nyájimmunitás, ugye, mellett, ami azt jelenti, hogy hát megpróbálják az embereket arra, nem azt mondom, hogy biztatni, de azt megvárni, amíg a mesterséges immunitás helyett természetes úton szerezzük meg az immunitást. Ezt hívják ugye nyájimmunitásnak. És ez azt jelenti, röviden összefoglalva, és ebbe hisznek a svédek is, hogy a populáció bizonyos része, tehát mondjuk a svéd állampolgárok nagy többsége átesik a fertőzésen, ezáltal immunitást szerez, és közvetett módon azokat is védi, akik ugye még nem estek át a betegségen, mert hogy maga az, hogyha te átesel, lassítja a járvány terjedését, csillapítja a járvány terjedését, és tulajdonképpen természetes úton esel át a járványom. És ők azt mondják, hogy ez pörögjön le gyorsan, nem szüntetjük meg a gazdaságot, ne roppanjon bele a gazdaság, számolunk amennyi halottal, annyi halottal, viszont a gazdasági élet nem rázza meg annyira a gazdasági életet, ezáltal gyorsan túl leszünk rajta. Igen, csak ehhez a népesség 70%-ának túl kell esni. Így van. Az meg nem kis szám. Tehát sokan azt gondolják, hogy ők hisznek ebben a dologban nagyon, de azért sokan úgy azt gondolják, hogy ez egy hatalmas emberkísérlet, aminek nagyon-nagyon komoly mennyiségű áldozata is lehet. Tehát ez nem véletlenül. Igen, csak ők azt mondják, hogy ha nincs vakcina, és ugye nincs nyájimmunitás sem, akkor még nagyon sokáig itt lesz velünk a vírus, mert nem fogjuk tudni védekezni. Ez is egy érdekes hozás, és van ebben valami, mitől múlna ez el? Hát ha egy valaki fertőzött, ahogy most Kínában újraindul, és csak egy valaki megérkezik Magyarországra majd, amikor már az utolsó fertőzöttől is elköszöntünk, és egy valaki megjön, azonnantól kezdve megint újraindulhatja a járvány, tehát hogy ez mitől múlna el valójában, ha nincs vakcina, akkor attól múlna el, hogy a nyájimmunitás alapján már sokan túlestek rajta, akik aztán nem terjesztik és nem is veszélyeztetettek. Nem? Szóval, hogy ez egy érdekes dolog. Igazából ez magától azért nem fog elmenni. Nem fog elmenni, hát, ha csak egy fertőzött is marad, akkor is azonnal megfertőz további tizet. Jön vissza, így van. És visszajön az egész. Hát Kínában most ezzel küzdenek. Nem? Hát igen, csak hogyha mondjuk a szervezetnek a természetes védekező rendszere már felkészült az újabb fertőzésre adott esetben, akkor lehet, hogy csak idézőjelben olyan következményei lesznek, mint egy átlagos influenzának egy egészséges embernél, hogy lábon kihordod és észre sem veszed, hogy
beteg voltál. Igen, csak vagy. Ugye azt mondják szakik, és ez is érdekes, hogy amennyiben a lakosság nem fertőződik annyira át, vagyis lassítjuk a görbét, amit most mi is csinálunk nagyon helyesen védve az időseket és az egészségügyet, hogy bírja a terhelést az egészségügy, akkor ugye kisebb lesz a lakosság átfertőződése, ezért nagyobb valószínűséggel valamikor érkezik egy második hullám. Igen, de a második mert nem hullám azért az a mindenki. Svéd. Oké, de a Svédországhoz is el fog érkezni, csak ők meg azt mondják, hogy akkorra már védettek lesznek. Mi meg mondjuk azt mondjuk, hogy én is emellett vagyok, hogy csináljuk ezt, amit mi csinálunk most, de hogy itt az ország 98%-a meg nem lesz túl ezen a dolgon, és akkor a második hullámban lesznek majd betegek. Tehát ez hát érdekes. Igen. Ugyanakkor meg ugye pár héttel ezelőtt beszéltünk, ráadásul és akkor a szakértő nem tudott erről igazából, ugye arról a magyar orvos professzorról van szó, akik jelenleg is dolgoznak a vakcina kifejlesztésén. Vele beszélgettünk, és amikor például a vírusnak a mutálódása szóba került, akkor azt mondta, hogy ez egy másik kérdés, és hogy ennyire nem lehet látni előre a jövőben. Tehát azt tudjuk nagyon jó, hogy az influenza elleni védekezés is mindig egy lépéssel hátrébb van az aktuális vírus mögött. Mi van akkor, hogy ez a koronavírus mutálódik egy olyan formában, hát ami már újra és újra fel kellene készíteni a szervezetet, de hát érted, mert te, hogyha tavalyra felkészültél, de az ideire már nem, akkor mit csinálnak a svédek? Igen, hát mindjárt kapcsoljuk a svéd hallgatónkat, igen, és ugye érdekes, és ezt mondják a vírusok kapcsolatban, azért nagyon kellemetlen ez a dolog, és azért nem egyszerű, mert hogy járványügyi szempontból, ugye baromért egy hosszú lapogási idő, addig te felfertőzöl, magas a reprodukciós ráta, tehát igazából nagyon sokat tudsz megfertőzni, nagyon megterheled az egészségét, és viszonylag magas a halálozási arány. És ugye a másik, ami ott van, hogy rengeteg ember mozog szabadon a világon, tehát kvázi tulajdonképpen minden a vírus ellen dolgozik, ahogy idáig megszokhattuk, ha ez a sok ember újra útra kell, és a vakcina még nincs meg, akkor ez a történet, ez itt marad velünk hosszú ideig. Bármennyire is szeretnél optimista lenni, és azt gondol, hogy egyik pillanatra ez a másik eltűnik, de nem. Na, kapcsoljuk hallgatónkat, hogy mi ez egy Svédországban. Halló, jó reggelt! Anna, ciao. Hello, Anna! Szia! Hello! Hát azért vagytok... Jó reggelt! Hello, azért vagytok ti érdekesek, mert ti ezt valahogy nagyon máshogy kezelitek. Annak ellenére, hogy borzasztó idek vannak Olaszországból, Spanyolországból, ugye Amerikából, most az új gócpont. Ennek ellenére a svéd kormány úgy döntött, hogy nagyon más. Hogy kezeli a dolgot? Miben más, Anna? Vagy mit csináltok ti máshogy? Hát lehet hallani a hírekből, hogy sokkal kevesebb intézkedést hoznak, vagyis legalábbis nem annyira keményeket, mint például más országban, például Magyarországon. Hoznak azért intézkedéseket, de ezeket az intézkedések, ezek sem inkább szabályok, hanem a kormány tanácsol, vagy ajánlja a legtöbb intézkedést. Az egyetemeket, gimnáziumokat már bezárták, itt is távoktatás működik, az óvodák, általános iskolák még nyitva vannak. Eddig arról volt szó, hogy csak 500 fő fölött nem lehet rendezvényt rendezni, ez most már lecsökkentették 50 főre. Na, tehát azért ott is elindult a szigorítás. Aha. Igen. Figyelj, és azt tudjuk, hogy a svéd egészségügy milyen állapotban van, hogy mivel indokolja a kormány? Mert ha a nyájimmunitáson gondolkozunk, akkor az azt jelenti, hogy nyilván hát az egészségügynek meg kell, hogy legyen a maga berendezkedése arra, hogy több ezer beteget ellásson. Milyen állapotban van, vagy erre mit mondanak? Nagyon sok helyen lehetett olvasni, hogy egész Európában az egyfőre jutó intenzív osztály vagy ágyak itt van a legkevesebb, körülbelül 500 főre elegendő. Hát akkor bátor, most bátor. Jelenleg az nem túl kevés, vagy nem túl sok. Most jelenleg nézem az adatokat, 312 főnek van szüksége, hogy intenzív osztályon legyen. Az összes fő, akit regisztráltak, az 4947 beteg. Hát gondolom, ők arra várnak, ugye, a svédek, vagy a svéd kormány, hogy ez pörögjön át gyorsan, menjen át a lakosságon, kvázi tulajdonképpen ne álljon le a gazdaság. De közben, ha meg az egészségügyi háttér nincs meg, akkor ez egy nagy zsákutca is lehet akár. Hát hova fogják majd rakni a lakosságot, akik ezen gyorsan átesnek? Ez egy nagy ördögi kör, amiben vannak. Igen, tehát a gazdaságot azt már most is nagyon féltik, és már azt mondják, hogy már most súlyosan érinti. Tehát ez azt jelenti, hogy mennek csődbe vállalatok, növekszik a munkanélküliség, de nem nagyon mondják ki ezt, hogy nyájimmunitás. Tehát nem mondják azt ki, hogy na tessék, terjedjen csak a betegség. Nyilván ez nem lenne etikus sem, meg nagyon támadhatóak lennének.
Nyilván számítanak erre is, de nincsen bebizonyítva az sem, hogy immunis lenne a szervezet erre a vírusra, hogyha már valaki megkapta. Nem tudom, hogy be van már bizonyítva, hogy elkaphatja még egyszer. Aha. De akkor tulajdonképpen az élet az megy tovább. Tehát edzőtermek, üzletek nyitva, be tudsz menni moziba, be tudsz menni étterembe, és csak javaslatokat tesznek. Így van, a kormány javaslatokat tesz, és mindenki, minden vállalat maga döntheti el, hogy bezár-e, vagy például rövidebb ideig tart nyitva. A legnagyobb mozi cég az bezárt, de kisebb mozik még nyitva lehetnek. Például, a cégeknél mi a jellemző? A cégeknél mi a jellemző, hogy inkább otthon maradnak az emberek, azt mondják a cégek, vagy azt mondják, hogy ők is a kormánnyal vannak, menjen tovább minden? Aki teheti, az otthonról dolgozik, de ezt is ajánlják csak. Tehát akinek be kell a munkahelyre mennie, az bemegy. Ugye ezért is hagyták nyitva az általános iskolákat, óvodákat, hogy azoknak a szülőknek, akiknek be kell menni a munkahelyre, az gyereküket el tudják helyezni valahol. Most azt mondják, hogy ha talán rosszabbodna a helyzet, akkor mindig majd a legidősebb osztályokat küldik haza, ugye, hogy a kisebbeket még mindig el tudják küldeni óvodába vagy iskolába. Nagyon érdekes kísérlet, miközben azért közben a körülötte lévő országok, ugye mindenki, aki Svédország körülött van, az ugye hát Dánia, ugye többek között, ők mind a bezárkózást választották, tehát a Svédország az egyetlen kivétel, akik még ugye itt effektíve így kvázi kitartanak. Ugye? Tehát mi még hogy... nem zártuk le a határokat se, repülők is mennek. Igen, de a svéd egy nyugis népség, azt mondják róluk, hogy ők valahogy azt így... Tehát, hogy róluk ez azért egy köztudat, hogy annyira megbíznak az államban, meg a kormányban, meg a demokráciájukban, meg az intézkedéseikben, hogy ők azt mondják, hogy ha nincs vészhelyzet, és a kormány nem rendelje, akkor biztos nincs is okunk aggódni. Ők egy kicsit így gondolkodnak, nem? Pontosan. Tehát ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ők miért hoznak csak ennyire kis határozatokat, az nagyon meg kell érteni, hogy ők hogy gondolkoznak. És pontosan, ahogy mondod, nagyon nyugodtak, már-már naívak, egy kicsit ilyen pozitívan naívak, tehát hogy nem stresszelik túl magukat, nem szeretnek stresszelni, és nagyon individualisták, tehát a kormány az bízik abban, hogyha ajánl valamit, akkor ezek az emberek betartják ezt. Közben azért az ember azt olvas, hogy a svéd orvosok már nagyon tiltakoznak, szóval, hogy itt már vannak, akik azt mondják, hogy egyszerűen katasztrófába visznek minket, és amíg Dánia, Finnország, Norvégia, mindenki zárkózik be, addig a svédek itt még jönnek-mennek, de hogy olvasom, hogy itt már azért a svéd dokik is felszólaltak, hogy nagy baj lesz ebből, hogy lépjen a kormány. Igen, aggódnak azért az emberek, én is beszéltem több svéddel, mindenki máshogy látja, összességében azért aggódnak, hogy mi lesz. Ettől függetlenül mennek ki az utcára, nem szeretné a kormány például betiltani azt, hogy sportolhassanak, inkább azt mondja a sportolóknak, hogy kint edzenek, ahelyett, hogy bent edzenének, vagy kerüljék a szoros kapcsolatokat. Nem akarják ezeket se betiltani, nem akarják, hogy az élet teljesen leálljon. Hát ezt gondolom, a svédek demokrácia tudatával függ egy kicsit össze, hogy olyan erős ott a demokrácia, hogy félnek is ezektől az intézkedésektől. Tehát, hogy tudják a svédek, hogy egy ilyen demokratikus ország, mint az övék, ha valaki megmondja nekik, hogy mit lehet, mit nem, nyilván betartják, mert jogkövetőek. Meg tudják, hogy vannak kötelezettségeik, de azt gondolom, hogy talán azért ez érzékeny érinteni őket, nem? Igen, ez a szemlélet, ez nagyon megvan bennük, hogy a demokráciában nekik vannak jogaik, de nagyon-nagyon tudják, hogy ezzel szemben vannak kötelességeik is. Ez a két szó, ez nagyon, nagyon megvan bennük, hogy vannak jogaik, de vannak kötelességeik is. Csak tehát tudjátok, jogom van az ahhoz, olaszok is ugyanezt mondták, hogy nekünk nem mondja meg senki, hogy találkozzunk-e a tereken, adjunk-e puszit, meg ölelgessük-e egymást. Ugye értitek hát a példát? Más a kultúrájuk igen, igen, hát is. Igen, más a mi. Más a kultúra. Nem nagyon puszilkoznak. Gondolkodnak, igen, na, de ugyanaz a körbefertőződés történik előbb-utóbb, tehát értem én, hogy nem pusziszkodnak. De hát, hogyha nincs a svéd az másképp dönt, ő nem fog zárt kabinban utazni a sípályán például, mert hogy felfogja ennek a jelentőségét, mint ahogy egyébként azt hiszem, hogy már nem is nagyon lehet, de ugyanakkor nem tiltják meg neked, hogy elmenjél sportolni, adott esetben síelni. Nem. Igen. Hát nem, ő azon gondolkodnak, nagyon nagy a kultúra közötti különbség, tehát amíg a Olaszországban például a generációk együtt élnek, itt
nagyon sok embernek van önállóan kis lakása, ahol él. Nem találkoznak annyit idősekkel se. Tehát ők nem fognak kimenni a terekre összepuszékozni mindenkivel, meg ölelkezni. Sokkal zárkózottabbak. Hát az utolsó bácsa, akik még így gondolkodnak, de szerintem előbb-utóbb nyilván rájönnek, hogy ez nem működik. Tehát amikor betelnek az intenzív ágyak, akkor egyszerűen a szigorítás útjára kell lépni. Bármilyen is liberálisan gondolkodnak, meg azt mondják, hogy az embernek vannak szabadságja, meg a szabadsághözidői jogai, meg ezeket nem nyírbálhatjuk meg a liberalizmus így vagy úgy, oké, rendben van, ezt értjük, és ez teljesen rendben van. Na de van az a pont, ahol azért majd a svéd miniszterelnöknek erre rá kell jönni, hogy hát, na, most akkor elérkezett. Elérkezett az a pont, hogy szigorítani kell. Te mit csinálsz ki? Mivel foglalkozol, Anna? Én konduktor vagyok, egy iskolában dolgozok, mozgássérő gyerekekkel foglalkozok. Milyen szép hivatásod van. Gyerünk, és mi is távoktatunk, úgyhogy én itthon vagyok, itthonról dolgozunk. De nem hát kíváncsiak vagyunk. Szinten. Kíváncsiak vagyunk. Mióta élsz kint, Anna? Lassan 4 éve. 4 éve. Uh-huh. Élhető ország egyébként? Szerethetőek a svédek? Nagyon. Jó? Nagyon. Igen? Élhető ország. Nagyon jó. De nagyon meg kell szokni, hogy máshogy gondolkoznak. Muszáj felvenni, mert akkor nem fogjuk együtt jól érezni magunkat, tehát például a svéd kollégákkal. Milyenek? Lazábbak? Merevebbek? Vagy nagyon lazábbak, de kötelességtudóak is, de lazábbak azért nem stresszelnek annyit. Szerintem a magyarok sokkal többet stresszelnek, de meg lehet szokni. Aha. Na jó, hát kíváncsiak vagyunk, olvassuk a híreket, nagyon más. Ugye érdekes volt New Yorkot hallani, meg érdekes Svédországot hallani, hogy ki hogy reagál erre a történetre. Anna, köszi neked, kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz. Vigyázzatok magatokra. Köszi, hogy elmondtad. És kitartás nektek. Sziasztok. Ciao, hello. Ciao. Köszönjük, hello. Hát nem tudjuk most még, melyik a jó módszer, azt gondolom. Hát igen, most már látom különböző országokat, Olaszországot, Spanyolországot, nem tudom, Németországot. Azért a nagy gócpontok vannak, Franciaországot, New Yorkot, hát szerintem azért mindenképpen ez a jobb, nem? Hát 500 intenzív ágyuk van, és 350 betelt, és még sehol nincsenek a betegzések. Mit fognak csinálni, ez berobban 3 hét múlva? Hova rakják azt a sok embert? Akkor nem fog működni. Hogy akkor hát most gondolkozzunk liberálisan, meg a demokrácia, meg nem tudom, ott el kell helyezni majd 1000-2000 embert. Hát azért az bizony, akkor lesz nagy kapkodás. Igen, és sok azt mondják, hogy ha megfertőződtél, akkor nem ennyi, akkor ez maradj otthon, gyógyulj meg, mert hogy egyébként a tesztelés is csak az erőforrásoknak az elpazarlása. Igen. Nagyon érdekes álláspont. Valaki még írt, hogy bezzeg az ika, bezárt itthon. Ja. Nem tudok menni, vázáért. Milyen igazságtalanság, hogy ott tivornyáznak, jönnek, mennek, kajának. Nem tudok venni ragacs tortát. Moziba mennek, érted? Nálunk meg bezárja, mi lesz a fasírt golyóval? Érted? Itt meg bezárnak, mi? Ott meg aztán élhetik az életüket, érted? Mert hogy a svéd embernek nem lehet megkurtítani a szabadságjogait. Persze. Én meg hogy vegyem meg a klottyen, flottyen, lólent, lottyen. Így van. Legújabb konyhabútort, érted? Amikor konyhabútort akarok szerelni. A rendelés működik. Így jó. Hol fogom bolyongani órákon keresztül, úgyhogy nem találom a kiáratot. Na hol? Igen. Hol? Hol tanak még egy ilyen helyen? Igen. Kettőtel a Mika a gyertyával a piac téren. Segélyért kiabálva. Segítségért kiabálva, hogy valaki vigyen már kinn. Nem akarok tovább a piac téren bolyongani. Vigyenek már ki. Hát ilyenek ezek, látod, képmutatóak. Nálunk meg bezárnak. Na. Na jó van, viszont drága hallgatók. Kókusz golyójuk. Aj, de finom az. De finom az. 8 óra pontosan. Sekrestés atya, megnyissa a gyónási felületet? Ó, de jó. Nyitjuk el a gyónást. Jó, ide szerintem jó. Közügy. Jó? Közügyről beszélsz. Mindenki közügyről öncseránk. Tessék? Öncseránk mindenki a baját. Heti egy gyónási lehetőségetek van. De te kezded. Parázna gondolatok. Csak annyit mondok. Pilótakek. Üvöltözés a gyerekkel, bajzák gondolatok, túl sok pornó, veszekedés a feleségeddel, kamuból elment futás, amikor nem is futottál, nem lementél, és ittál egy felest. Tessék gyónni, milyen bűnöket követtetek el a karanténban, milyen gondolataitok voltak, milyen bűnös szándékaitok, milyen bűnös cselekedeteitek voltak. Minden meg lehet gyónni név nélkül is, nyugodtan nem kell aláírni. Könnyíthettek egy kicsit a lelkiismereteteken, jó? Karantén bűnökre vagyunk kíváncsiak, gyónjatok gyermekeim. Sekrestés atya mindenkit meghallgat. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztó! Itt vagyunk. Karanti Rádió Lőrinc jelentkez. Velence jelentkez. Jó reggelt! Velence itt van. Kacsák rendben.
mindenki csatlakozott, és holnap 9 órakor a kiállás pillanatában tessék készülni, telefonokat feltölteni, kolléganőt kirángatni a teraszra, a gyár elé, az egészségügyi intézmény folyosójára, bárhova, ahol Ittra. Tudtok majd egyet dalolni, hogy aztán elküldjetek nekünk ezeket a kis dalocskákat, vegyétek föl egymást, ha ketten vagytok, vedd föl magad, ha egyedül vagy, vegyen föl valaki 4-5 embert, ha 5-en vagytok, és ő is énekeljen, hogy aztán eltűnk, küldhetsétek nekünk, és mi vághassunk ebből egy jó kis klippet, úgyhogy hajrá gyerekek, holnap 9 óra után, a hírek után, itt lesz ugye a halott pénz frontembere, itt lesz Márk is velünk, úgyhogy gyerekek, mindenki jön. Dávid is itt lesz, mindenki itt lesz. És együtt énekeljük majd a dalocskát. Jó? Úgyhogy hajrá, holnap 9 óra után nem elfelejteni. Mondunk mindent, hova tudtok mindent elküldeni, mi legyen a hashtag, nyilván hashtag a Instagramra csináljátok, akkor kiállás villanata, hogy aztán ezeket mi be tudjuk gyűjteni. Jó? A többi fontos technikai infót azt még holnap mondjuk, úgyhogy nem elfelejteni. Jó, mindjárt lesz kameraképem, ha hiányozna. Szép kis kamerám. Nagyon izgulunk. Be vagyok sózva. Azért, mert mindjárt csak most megint feszültségbeli problémáim vannak. Úgyhogy áramingadozás. Áramingadozás van itt a Tőnök Bálint Buda őrs ért tengelyen. Valószínűleg Lajcsi egy fázi ceruzával errefelé költözött, és megbütykölte az óráját az új ingatlanban. És emiatt egy kicsit kimaradt az áram. Na, minden oké, jól vagytok egyébként? Minden rendben van, nagyon jó kis kellemes felüldülés volt ez a jó kis William Shakespeare nóta, ami az előbb ment le, hát nem egy mai sláger, de azért. Nem, én bírom ezt a William dalt, nagyon szeretem. Jó kis dal. Megtanuljam az elejét zongorát? Igen, létszeresen, nagyon várunk, nagyon várjuk. Értve, ha hosszú, tartalmas életet szeretnél élni, úgyhogy szerintem menni fog a dolog. Nem adom föl, most megjött a zongora, várjál, nem sietünk. De próbáltál? Próbáltam, zongoráztam tegnap is. Tényleg? Zongorázt most mindenféle YouTube videókon ilyen first lesson órákat töltök le, ahol elmondja, hogy a bal kéz, a jobb kéz, az akkordok hogy vannak, fekete billentyű, fehér billentyű, mi micsoda. On-off. On-off. Eddig megvoltunk mi is mondjuk zongora nélkül. Bal kéz kicsi, 2-3-4-5, a tétnyoz, jobb kéz, 2-3-4-5, a tét, 2-4-5, tehát vissza, tehát ilyen új gyakorlatos. Ez nem balettóra volt? Biztos, hogy... De, hát azt is közben csinálom. Spiccelek egy picit, és püflébe föl, és pár lél, és lepüf, és nyomom azt is. Tehát egyszerre balett, egyszerre zongora. Figyelj, nagyon jó hangzik. Úgyhogy figyelj, el vagyok, én megtaláltam ebben a jót, úgyhogy képzem magam. És mit prognosztizálsz a William nóta elejére? 2024. Ja, hogy mikor játszom el? Igen, hát igen. Hát azt nem tudom. Hát azért na, azt nem tudom. Na. Ne szaladjunk ennyire az időben, már az elhatározás az önmagában szerintem ez dicséretes. Az gyönyörű. Dicséretre méltó. Na, János, akkor készítsd elő a gyontatószéket, arra kérlek, jó? Gyújtsd meg a füstölőket, te, mint minisztráns fiú, légy szíves, tegyél ki mindenféle papi kelléket, hogy akkor meginduljon a gyónás. A másik minisztráns fiút kérem akkor, hogy... Én a persejpénzt szedem. Te szedd össze a persejpénzt. Tessék? Mit csinálsz? Mit hozol? A kerekes gyontatószéket. A kerekes gyontatószéket, köszönöm szépen, szeretnék átülni abba a gyontatószékbe. Jó? Mert hogy már jönnek. És mert mi itt vagyunk. Sekrestyés Balázs. Sekrestyés Balázs és a minisztráns fiúknak meggyonhatjátok most a karanténban elkövetett bűneiteket. A bűnös gondolataitokat. A bűnös mondatait. A minisztráns fiúk azok most lenyelőleg az elkölcsrendészeten vannak egy kellemetlen ügyből kifolyólag. Kérem, egy ügyből kiakadják éppen őket, de nem fognak az atyára vallani, remélem, mert nagyon nem hallgatom, mint a sír atyám. Remélem, hogy nem felejtitek el azt a fenekelést, amit tegnap kaptatok, ha dumáltok, úgyhogy bármit kérdeznek a rendőrségen, én nem nyúltam hozzátok. Szóval a lényeg, hogy gyónhattok, drága hallgatók. A karanténban az ember nagyon sok bűnt elkövet, ugye? Titokban zabál, parázna gondolatai vannak. Elátkozza a feleségét, aztán megbánja persze és megöleli. Csúnyát gondol a gyerekéről, esetleg azt, hogy minek szültelek meg, ha ilyen hálátlan szemét dög, vagy majd a következő pillanatban rájön, hogy azért ő szereti a gyermekét. Elborul, földhöz vágja a tévé távirányítóját. Titokba kiár a spejzbe. Ezt még nem csináltam. Azt hazudja a feleségének, hogy elmegy egy egészségügyi sétára, közben leugrik a boltba és bever egy felest. Beül a kocsiba, elmegy kamuvezetni. Bever egy tüskét. Beül kamuvezetni, csak hogy ne kelljen otthon lenni, és egy kicsit körbe megy a ház körül, vagy elmegy egy benzinkútra kamuindokkal. Rengeteg bűnt követünk el a karanténban. Minden nap bűnözünk. Gondolati síkon is, fizikai tettek szintjén is. Úgyhogy valljatok, könnyítsetek a lelketeken.
itt van Sekrestyi és Balázs, és itt vannak a minisztráns fiúk is. Azért, hogy nektek aztán meglegyen az üdvözlés. Ne kelljen esetleg parázna gondolatokkal és tettekkel meghalnotok és átköltöznetek a mennyországba. Jó? Mit csinálnak a minisztráns fiúk? Nagyon figyelnek, hallgatnak, felkészültek, és lélekben. Azért nem szólaltam meg, mert... Valami görgőtő hangot hallottam meg. Nem, csak viszonylag távol vagyok én akkor a mikrofontól, mert hogy letérdelek. Na. És amikor kérdezel valamit, akkor mindig fel kell állom, és egy pici idő így mindig eltelik. Azért, mert valami mindig egyszerű. Nem, ilyen már térdenálva vártam, hogy bejöjjön az első meggyulladó bűn, és közben kis kezémet összekulcsoltam, szépen át van rajtuk fonva a rózsafűzér, és arra várok, hogy... Jó. Szeretnék egy jól betanult áment hallani, akkor mehetünk? Igen. Természetesen. Felkészülök. Jó. Adja. Oké. Okay. Jó. Add rám a csuhát. Ja, a köntöst. Bocsánat. Oké. Okay. Tessék. Nem most. Nem. Hát de szépen énekeltük. Nem most van az ámen. Hát tudjuk, hogy a szövegben hol hangzik el. Igen. Az a szó, ami után mondani kell az áment. Figyeljetek. Jo, nem az elején van az ám. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Most. Nagyon jó. Jól van. Na, Józsika, mit csináltál? Azt mit fingasz itt, aztán itt nekem itt a szentelt vízzel a kezed. Az utóbbi időben parókja. Tegnap összevesztem a lányommal, hogy miért dobta le csak a kabátot, és miért nincs rend a szobájába. Sajnos ez kicsit magasabb hangerőn tettem, Balázs atya. Nagyon jók vagytok. Minden reggel hallgatlak benneteket, én még járok dolgozni. Az én karantén bűnöm, hogy titokban elmentem a szeretőmhöz, amíg a feleség úgy tudta, hogy a munkahelyen vagyok egész nap. Feloldozást kérek, Balázs atya. Ne hívjatok, mert kicsit... a feleségem hallgat titeket. Igen, ezt egy kicsit keményemnek érzem, mint az előzőt, hogy rákiabáltál a gyerekre. Ugye? Hát ha már súlyozni kell, de pék ilyen vagyok. Helyzetben minden bűn. Még azt is leírta. Pék vagyok. Oldozd fel, atyám, vétkeztem. Tegnap csaltam a Monopolyban a feleségem ellen. Még így is vesztettem. A játék tétje az volt, hogy a vesztes kedveskedik az ágyban a nyertesnek. Sajnos megfájdult a fejem. Bűnös lelkem feloldozásért esedezik. Tehát csaltál, kikaptál, és még nem is kényeztetted a feleségedet. Hát, Joci. Ez egy nagyon csúnya dolog. Ez egy nagyon csúnya dolog. Atyám, vétkeztem. Minden nap arra gondolok, hogy kimegyek, és átmegyek egy lánctalpassal a főnökömön, mert állandóan hülyeségeket talál ki. Amíg csak gondolsz, az nem baj. Hetek óta dolgozik. Mi a bűn? Ha majd meg is mondod neki. Igen. Hetek óta dolgozik a szomszédunkban egy kőműves brigád. Nem bírom levenni a szemem a munkások seggéről. Bűnös gondolataim támadtak. Nagyon bűnösek. Oldozz fel, atyám. Béla. Jó idejó. Könnyíteni akarok a lelkemen, reggel azt hazudtam a feleségemnek, azért mostam ki hajnalban a konyhai szék párnáját, mert ráömlött a kávé és az alsógatyámra is simán bevette, pedig nem bírja a gyomrom a kreatint, és recsenteni akarta, de befostam. Ráömlött a kávé. Mennyire reális. Hajnalban feleségem felkel, rám nézett, én félig boxerben a gép előtt, megkérdi, mit csinálok? A válasz, e-maileket nézek. Zárójelben, aha, e-mail, .. Ugye értitek? Hát, az bűnös cselekedet, gyermekem. Az bűnös cselekedet. Ez alól fel kell, hogy oldozzunk. Csúnya dolog, ráadásul hajnalban, és ott bizony. A feleséged, és pont fölébred, ránézte meg, ott ülsz boxer alsóban. Nem szép dolog. 4 éve van barátnőm, és minden éjszaka másra gondolok. Már alig várom, hogy végre legyen a karanténnak, és a másikkal legyek. Oh. Ja nem, bocsánat, 4 éve van barátom, és minden éjszaka másra gondolok. Már alig várom, hogy végre legyen a karanténnak, és a másikkal legyek. Küldte nekünk Nóri. Halljátok, milyen bűnök ezek? Hát én meg azt gondoltam, hogy titokban nasolok a pilóta kexből, ilyeneket fognak meg, és mindenki a szex, a maszturbálás, a megcsalás, a paráznasság témakörben ér. Mi történik a magyarokkal karanténban? Mit hát kérdezem mi én? Hát neked nem kell megnyomnod semmit, mert te hozzájuk képest, érted, te csak pilóta kexekkel bűnözöl. Hát te egy földre szállt angyal vagy. Igen. Hát ehhez képest...
Gyónom bűneimet, atyám. Két hete otthonról dolgozom, de az elmúlt két napban nem csináltam semmit. Meggyónom és egyúttal bocsánatot kérek a Pornhubtól, hogy mostanában kevesebbet vagyok fönt, mert napról napra dögösebb lett a párom. Ricsi küldte nekem. Van itt jó oldal is. Hát felértékelődött, dögösebb lett, na. Ugye? Hogy tesszük a keresztmetszet, akkor felértékelődik, okay. Ami van. Értem. Így van. Egy hete ugyanaz az okni van rajtam. Már szinte szeretem az illatát. Kaptuk ezt is SMS-ben. Tele vagyunk bűnökkel. Gyónnom kell, alig várom, hogy a férjem elmenjen dolgozni, akkor a szeretőmmel beszélek órákat telefonon. Estesen sétálni megyek, mondván kiszelőztetem a fejem, és akkor is folytatódik az enyelgés telefonon. Sajnos home office-ban dolgozok, nem tudunk találkozni. Bár egyszer mondván átmegyek a barátnőmhöz, a szeretőmhöz mentem. Oldozz fel, írtam Móni. Na föloldozom. De jó Isten! Ez nem mi történik van? Itt? Anya! Figyelj csak! Ugye, ugye. Oldozz fel, atyám, vízhólyagosan rejszoltam a tenyerem. Ajjajjaj, gyermekem! Nagyon nagy bűnök ezek. A férjemet az éjszaka közepén oldalba pukiztam. És nagyot kacagtam. Atyám, vétkeztem. A rossz hír, hogy ma is készülök rá. Nem baj, jövő héten újra meggyomhatod. Igen. Atyám, asszony, miután elalszik, kimegyek a fürdőbe, és kicsit rárántok. Mentségemre az első gyermeküket várjuk. És még ugyanúgy dolgozom is. Bálint. Megbocsátunk, Bálint. Hát ez kezd eldurvulni, ez a gyónás, ez a csütörtöki gyónás. Kezd eldurvulni, gyerekek. Én meg azt hittem, rájártok a chipsre. Azt hittem, hogy érted, kiveszitek a hűtőből, és megiszátok a feleségetek gyömbérsörét? Esetleg ne adj Isten, bűnös gondolataitok vannak, vagy kiabáltok a gyerekkel? Erre mindenki ezt csinálja. Erre a túlterheléstől vízholyagok jelennek meg a tenyereteken? Másokon jár az agyatok? Hát mondd olyan, mit mondanak? Öt miatják. Négy üdvözlé és körömbirág krém. Így van. Igen. Ez a legfontosabb, nektek kell kiosztani a büntetéseket. Tegnap reggel felhívtam a főnököm, hogy szeretném kipróbálni a honofiszt, aki belement. Az igazság, hogy berúgtam előző este, nem tudok kikelni az ágyból. Oldozz fel, kérlek. Megbocsátható bűn. Atyám, tudnod kell, sosem túlóráztam még ennyit életemben, csak amióta karantén van. Inkább ülök itthon bent egyedül, mint otthon a bulondok házában. Üdv, M. Na, hát ez... Így ezt nem kell meggyónnod, tökéletesen megértük. Teljesen jó. Igen, atyám, tegnap véletlenül elkapcsoltam rólatok. Feloldozást kérek. Ó, na ezt nem lehet megbocsájtani. Hát, na. Atyám, oldozz fel, vétkeztem. Bevásárlásba menet direkt sítszállító teherautó mögé álltam be, hát egy kavics felverődés ürügyével lehet egy kis extra kimenőm a családomtól. Az milyen, hogy már azt várod, hogy lekocolják a szélvédődet. Igen, hát ha el tudsz menni, pak! Hát ha el tudsz menni szélvédőt javítani, pak! Jó, azért ne próbálkozz azzal, hogy kalapáccsal picit megütöd. Csak szólok, ugye, hogy legyen egy ilyen működőverődés. Oldozzatok fel, kérlek. Tegnap letagadtam a gyermekeim előtt, hogy van még itthon csoki. Majd alig vártam, hogy este elaludjanak, és minden egyedül nyugiban felfaljam. Nem kell megjönni, sorstárs. Van titokban zabán? Persze. Piemonti magyaros, vegán fagyi. De igen. Tudod, hogy ez egy a többieknek doboz. Is van. Tehát mindenki tett el magának egy titokcsokit. Atyám, oldozz fel. Home office-ban dolgozom, mégis mindig tartok ebéd után egy kis szuszi időt. Szuszi idő. A szuszi idő mennyire cuki szól? Nagyon aranyos. Mennyire cuki szól, nem? Munkahelyett a dohányboltos csajnak udvarlok, az asszony pedig otthon vár. Dávid köpte nekünk. Ejj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 
Na itt van baj, úgy érzem. Nagyon jók jönnek. Nagyon jók jönnek. Na jó, egy közös ámennel zárjuk akkor erre a fél órát, és folytatjuk gyónyatok. Jó. Átalakulok, figyeljetek. Erre a fél órára zárjuk a gyónást, hírekre megyünk el, és utána folytatjuk. Figyelj! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Nagyon ügyesek vagytok. Nagyon jó ütemben mondtátok, minisztrás fiúk, ezért a gyónás után bejöttek hozzám az öltözőbe levenni a reverendámat. Segíteni. Jó vagyok így, én haza tudok menni a reverendámat. Hallod, Jancsika, hallod, Ferike? Kötelet. Várlak én benneteket nem sokára. Le kell törögetnem Szent János szobrát ott hátul. Várlak benneteket, hogy segítsetek levetkőzni. Ki kell válogatnom az avasostját, sajnos nem érek rá. Jó, 8:30 pontosan gyónyatok. Feri pedig mise borthoz. Az jó, azt inkább megiszom. Két kupával. Gyónyatok, gyermekeim, hallottátok, hogy bűnös lelkitársaitok miket gyóntak már meg. Nektek is van, vagy a fületek mögött jobb, ha meggyónjátok, mert egyébként pokolra kerültök. Jó, küldjetek el SMS-ben, higgyetek el, szebb lesz a csütörtök. 8:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. 3-4-9 lesz pontosan 7 perc, szóval állom mindenkinek. Jó reggelt, már is folytatjuk egy vadonatúj dallal, gyerekek, mert hogy Polgár Peti karanténban van, hiszen megjött Tájföldről, és tényleg karanténba vonult, ha egy nappal később jön, már piros cetli is van az ajtaján. Ezt még megúszta, viszont önkéntes karanténban van 2 darab hétig, ami házi zeneszerzőnk, drága Peti. És így, hát mit csinálna egy zeneszerző karanténban? Természetesen alkot. Alkot, hiszen megihlette a karantén, úgyhogy megcsinálta a karantén dalt, amit mi most megmutatunk nektek. Mi nagyon szeretjük, nagyon jó lett, úgyhogy reméljük, ti szeretni fogjátok. A régi időket idézi, mikor Peti ontotta az ilyen típusú slágereket. Úgyhogy megmutatjuk a dalt, ti addig gyónjatok, jó? Mert a következő 20 percben még lehet gyónni, lehet könnyíteni a lelkiismereteteken. Itt vannak a minisztráns fiúk is, akik megint előkészítik a gyóntatószéket. Az áment. Az áment magukat és a lelküket tisztára mossák előttetek, hogy tudjatok gyónni. Úgyhogy írjátok meg nekünk, milyen, hogyan könnyítenétek a lelkiismereteteken, mi pedig megmutatjuk Polgár Peti vadonatúj karantén dalocskáját. Maradj otthon, inkább velem dalolj, mert ha kinézel, visz a rész bakker, ez rossz helyen volt. Balázsék a Rádió Egyen! Peti, drága Peti, drága Peti, otthoni karanténban megcsinált. Ez beteg ember. Nagyon, beteg. Nagyon, biztos, nagyon. És mondjuk azt is, hogy beszéltél vele. Gyere vissza, na, atya, igen, itt atya! Vagyok, itt vagyok, hosszú, fekete, rácsos a vége. Ez karanténban van, úgyhogy meg megcsörgetjük, házi karanténban van, önkéntes karanténban, mondta, hogy egy nappal később jön Tájföldre, akkor már piros cetli van az ajtaján. És akkor lehet meg is verik. A szomszédot. Amilyen most a hangulat. Na, szóval ez volt a kis karantén dalocska, ami nagyon-nagyon szeretjük, és Peti ígér neki folytatás, azt mondja, hogy folytatni fogja. Na, megnézzük akkor még, hogy mit gyontak meg hallgatóink a karanténban. Persze. Gyerekek, bűnös gondolatok, bűnös tettek, parázna lelkek vannak körülöttünk, az a helyzet. Szóval, hogy itt nagyon sokan pokolra kerülnétek, ha nem lenne ez a műsor. Nem lenne. Sekrestés atya audienciája. Így van a két minisztráns fiúval, akik előkészítették újra a gyóntatószéket. Mehet egy közös ámennel az indítás? Természetesen. Okay? Így van. Igen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Na nézzük akkor az SMS-eket. Nagyon jók jönnek. Oldozd fel, atyám, vétkeztem tegnap, elfogyasztottam a kislányom 2 darab epres nyalókáját, mert nem volt kedvem boltba menni. Mikor megkérdezte, hova tűnt, a szomszéd Zoli bácsira hivatkoztunk, aki úgy néz ki, mint Kojak, és sürgősen kellett neki a vércukra miatt. Meggyőztük, szent a béke. Írjenek. Bali atya, az én bűnöm, hogy titokban munkahelyet keresek, home office-ban dolgozom, de az állás hirdetéseket nézem, pályázatokat küldök, közben a főnökömmel telefonálok, és azt hiszi, hogy mennyire jó és szorgalmas munkaerő vagyok. Bűnt követett ő el? Ne. Egy kicsit. Nincs megfizetve? Valószínű. Nem érzi jól magát? Nem. Az is lehet. Nem? Most természetbeli juttatásként visszakapja, ami hiányzott a fizetési szalagról. Igen. Szeretjék gyóni sekresti, és atya, vasárnap este néztük az állatos énekest, és az anyósom azt mondta, hogy nem annyira csíp téged. Ez személyes értésnek vettem, másnap reggel anyukának véletlenül sót tettem a kávéjába. Semmi baj nincs vele, semmi baj, tökéletes választás volt a só, nagyszerű, nagyszerű. Kapja meg az anyós a sót, így van. Tegnap kutyasétáltatás közben egy ismert, de kisebb élelmiszerüzlet parkolójában 3 helyet foglalt el egy 4 karikás szimpatikus autós felháborító módon. Mivel a kutyus is üritett, és 6 pár gumikesztyűvel a zsebembe járok manapság, hagytam egy kis meglepetést a kilincs belső felén a tulajdonosnak. Is kiküldte nekünk. Semmi elítélendő nincs benne, Pisti. Szép büntetés volt a 3 helyet elfoglalásért.
Így van, így van. Lehetünk mi ilyenek egyébként, hogy van, amit elfogadunk? Mert ugye egyébként a gyónásban mindig föloldozol. Tehát így van, van, persze, nem, azt mondjuk, hogy abban nincs, nem kell föloldozni. Igen, szuper. De ez egy rendhagyó gyónás, itt vannak egyéni szempontok is, nem csak az anyaszentegyházi. Hétvégén megbeszéltük, hogy szerdán elintézzük közösen a bevásárlást a férjemmel, ehelyett a haverját vitte el tegnap, cserébe azt főztem, amit utál. Jucus küldte neki. Korrekt vagy. 5 éve vagyok vegetáriánus, oldoz fel atyám, de tegnap reggel, mikor csináltam páromnak a sonkás tojást, kicsit belenyaltam a kész ételbe, később délután a Szejtánom majszolása közben csak a reggelire tudtam gondolni. Minisztráns Jani megbocsátását kérem főleg. Virág küldte nekünk. Vicces, a Szejtánát megvettél, illetve a belenyalással. Na jó, de hát nem vegetáriánus kajába nyalt bele, haló? Bármiben is nyalt bele. Az nekem szimpatikus. Oldoz fel, atyám, vétkeztem titokban, a sógornőmet is kezelgetem az autóban, nem csak a feleségemet az ágyban. Ó! Várjál, ő kicsoda? Ő a feleségére. Ez még nekem is sok. Hova? Mi lett veletek, keresztény lelkek? A feleséget, húgát, vagy nővérét? Jön egy kis vírus, rögtön megőrül mindenki. Izgalmas hangzik. Hát próbáld, figyelj, próbáld meg a család egyesítést. Hát próbáld meg, hát ha. Azért egy nővér meg a húg az ágyban, azért az, na, hát azért az bakancslista lehet, nem? Ha olyan a húg, vagy olyan a nővér, hát ugye ki tudja, azért nem látom. Mi nem panaszkodunk. Hogy mondja János? Igen, János, dolgozol? Ja, nem úgy. Ja. Nem úgy, jó. Semmi probléma nincsen, sőt, belbesben sem. Azt mondja, hogy itthonra dolgozok, és a feleségemmel megbeszéltük, hogy alvási időben szexelünk egyet. Pont mikor nekiálltunk volna, hívtak a kollégák, hogy várnak egy megbeszélésre. Puha voltam, a megbeszélést választottam. Tényleg. Bűnöztem atyám, amikor a férjem elaludt, én felkeltem, és titokban kiraktam az 1000 darabos pázlőt, amivel le akarta kötni magát a karantén idejére. De szemét! Oldozz fel, Timi küldte. Mekkora. Timi küldte nekünk, nagyon jó, igen. Ó, Istenem. Atyám, vétkeztem, egyre többet nézem a Bíró Marit. Tamás küldte nekünk. Hát ezt nem tudjuk megbocsátani. Oldozzat... Ez túlmegy már minden határon. Igen, erre nem tudok mit mondani, még én se. Oldozzatok fel, home office-ban vagyok, és egy hete nem mosogattam, kezd nagyon büdös lenni, de vettem légfrissítőt. Igen, tegnap reggelit készítettem home office-ban dolgozó páromnak, mikor is beletúrtam az orromba, mert nagyon viszkesett. Kiesett belőle valami a szendvicsébe, és én nem tettem semmit. Érted? Semmit. Hagytam, hogy megegye. Kérlek, oldozz fel bűnöm alól. Nem tudlak. Ez egy tudatos tett volt. Ebben valamiféle bosszú volt. Láttad, ahogy a kis levegő leereszkedik a kis levegő részecskén, a kis fikamarci. Beesett a szendvicsbe, és nem tettél semmit. De lehet, hogy csak fel akart javítani a természetes immunitását. Igen, meg a szendvicset. Némi lerobbant vírus próbált a szervezetébe juttatni, hogy ellenállóba tegye. Igen. Atyám, oldozz fel, tegnap 11:58-kor már a boltban voltam. Ejj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 
nyugodtan. Nem? Ugye? Úgy van délig a nyugdíjasok. Pontosan így van. 12 óra 001-kor már ott lehetsz te. 12 58-kor még nem. Ott akkor még... Oldozzatok fel, rendszeresen rájárok a gyerek bébi ételére. Pedig az nem annyira finom. Annyira nem jó. Hát. Igen, be kell vallanom, home office-ban dolgozom, de néha annyira megfájdul a fejem, hogy beverek egy páleszt. Volt, hogy egy nap háromszor is fájt. István küldte nekünk. Veled vagyok, István, megbocsájtva. Atyám, vétkeztem. Tegnap lementem a garázsba edzeni, a családnak legalábbis ezt mondtam. Ehhez képest kiültem és csokítettem a Netflix fölött. Kivittem magával a laptopot, Lia? Kivittem a laptopot, azt mondta, nem megyek edzeni, hova mész? A garázsba? És miért minek viszed? Online edzés. Online edzés. És csokit zabáltál és Netflixet néztél. Nem szép dolog. Ha, Istenem, atyám, vétkeztem önmagammal szemben, nem adok eléggé magamra a home office-ban, már a Face ID-t sem ismeri fel az arcom. Pirik. Aztán akkor már nagyon komoly elváltozás van, mert az fordított baseball sapkával napszemekben is fel kell, hogy ismerjem, igen. Ja, Istenem. Hát, azért durvulnak a bűnök. Én azt látom, két hete még nem kaptunk ilyeneket. A szex, a megcsalás, bizony, a félrelépés. Egyre keményebb lesz ez. Igen. Viszont mi is egyre megértőbbek vagyunk, ahogy egyre több időt töltünk itthon. Igen. Oldozzatok fel, tegnap vettem a férjemnek és magamnak
egy újfajta csokit. Megettem a sajátom, aztán amikor hazért, kértem az övéből egy falatot, hogy megkóstolhatszam, és azt mondtam, hogy magamnak nem vettem, hogy spóroljunk. Ennyire rohadék, de tényleg. Szép. Oldozzatok fel, egyre jobban kívánom a feleségemet, és egyre kevésbé a rossz lányokat. Ez na várj, mi lehetne, nem tud elmenni a vírus miatt oda hozzájuk, vagy csak nézegetni nem tudja őket, ráfanyalodott a feleségére, és rájött, hogy jó a szex. Igen, az asszonnyal. Hát a karantén. Eddig máshol aha. Pótolta az asszonnyal való szexet, ugye? Igen, vagy a máshol szerzett rutint most már át tudja ültetni a saját életébe is. Igen, vagy ott megtanult jónak lenni. Atyám a párom kórházban van. Minden nap alig várom, hogy a szomszéd Gizi néni menjen a boltba, napról napra szexibb. Üres szatyorral és teli szatyorral egyaránt. Holdoz fel, atyám, a szomszéd műanyagot tüzel. Nem tudok szellőztetni se. Gondolataim a rendőrség körül forognak. Jól teszed, gyermekem. Hívd a rendőrséget. Azért műanyaggal ne tüzeljen. Nem? Sok mindennel tüzel a magyar, de műanyag nem jó a fűtőértéke. Igen. Főleg, az nem hogyha lopott vezetékről égeti le. Akkor aztán meg pláne. Pláne nem jó. Bűnöztem én is a jövő heti ebédet, véletlenül a párom szép kártyájáról fizettem ki, nem pedig az én bankkártyámról. Pedig abban egyeztünk meg, hogy én fizetem a kaját, ha nem kell főznöm a jövő héten. Vétkeztem. Oldozzatok fel. Istenem, hát sok a bűn. Én online értekezlet közben szexeltem egy ordinári nagyot. Brigi egészségedre. Jó, ebben van valami, hogy ott vannak a többiek, akik figyelnek, elfordítod a laptopot, lekapcsolod a hangot, te hallod őket, ők nem hallanak téged, te közben szexelsz, de közben hallod, hogy ők miről beszélnek. Néha megkérdeznek, rányomsz valamit, mondasz valamit. Brigi, itt vagy? Igen! Igen. Figyelj. Lek. Ja, Istenem. Na jól van, lesz még lehetőség könnyíteni a lelkiismereteteken. Jó? Heti egyszer gyónhattok, mert látjuk, hogy azért itt van mi. Szükség van, segítség van rá. Igen. Látjuk, hogy van mi. Tegnap felhívtam a haveromat, azt mondtam, Györfi Pál vagyok, és megváltozott helyzetet tekintettem már a sörfogyasztás, és elősegíti a megbetegedést. Bevette. Gyerekek, szegény Györfi már a gyerek videókban is feljön, azt észrevettétek? Mindenhol ott van. Mindenhol ott van, a gyerek konkrétan retteg a koronavírus videótól, nem a palitól szegénytől, de mondta, hogy apa, ezért félek este. Ezt mondta nekem tegnap a Noel. És rájöttem ugye, hogy ugye megjelenik ez a koronavírusos ijeszgetés, ami nyilván informálás, de most már berakták a gyerekvideók elé, és YouTube-on megnyitsz a gyerekvideót, és megjelenik Pali. Pali ezzel nagyon kezdődik. Nagyot fut. Bizony. Nagyon nagyot fut. Figyelj, ha most adnak neki jogdíjat a nézettség után, a csávó milliómos lesz. Figyelj, nagyon csak szegint annyi helyen, annyi platformon, annyi féleképpen nézik, hogy ugye ez nem egy helyen megy, hanem mindenhol megjelenik, úgyhogy nem fog kapni, de ebből ő szépen kereshetne. Igen, lenne rá jogdíj, ez a nagy boom, nem a szombatesti lázannó. Igen. Hát én ott jobban szerettem egy kicsit. Azért, mint most. Igen. Na jól van, fejezzük be akkor ezt a gyónást mára, jó? Közös elmennen akkor jól van. Felkészültetek, mi is természetesen, atyám. Aztán jöttök? Hogy ne jönnénk? Nem, hogy jövünk vagyunk. Jól van, akkor adjuk át magunkat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jól van, gyermekeim. Végeztünk már akkor. Ó, de jó, így könnyebb ám, hogy lehult ez a sok teher rólunk. Igen, ennyi bár szerető. Mi nem gyóntunk, de igen. Olyan SMS-ek érkeztek, amikkel maximálisan tudunk. Hol vagyok én a titokba pilóta kegzabálásommal, ehhez képest csak csalják az asszonyt, a testvérével szexelnek, állandóan pornót néznek, kocsiban maszturbálnak, bűnös gondolataik vannak, ehhez képest azt gondolom tiszta a lelkünk, gyerekek. Ja, hát neked aztán maximálisan, mert ha még esetleg van négyes karika lenne, aminek a közepén ott van egy luk. Igen, de a pilóta és az egyik oldala csokis annak a luknak. Akkor, akkor még az árukapcsolás miatt azt gondolatnál az ember, hogy más típusú gondolataid is van. Az a baj, az a luk, érted, az a luk, az kicsi, nekem az a luk, te. Az a vaníliás karika jó, az félbe jó, kell, még rászorul. Mert még ilyet az a karika. Igen. Na jó, van, jövünk mindjárt a hírek után. 6 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Haló! Atyám, haló, atyám, a két árva sekrestésed.
itt téblából. Halló. De azért elég jól el vagyunk. Igen, igen, de azért haló, a fontos atya. Maradhat még ott, ahol van. Megoldjuk mi is. Így van. Atyám, átküldünk már ide egy felszentelt töltőt, jó? Az a baj, hogy nem csak a töltője szállt el, vagy a képe, hanem a hangja is. Halló? Halló? Figyelj, ezt nem hiszem el. Szerintem azt hitte, hogy vége van. Elbúcsúzott. Igen. Már 10 óra. Hogy rohan az idő vagy a karanténban? Vagy még mindig jón. Na, viszont ha már így kettesben maradtunk, Ferenc, akkor elmondanám neked, hogy... Itt van, gyerekek, idők. Ah, de nagy kár! Akarom mondani, hála Istennek! Most, csak itt közben fölébredt a család. Kicsi Duma, kicsi jó reggelt, puszi, kicsi mi újság. Ugye, hogy milyen jó ez a karantén, látom. Figyelj, nagyon, hát látom őket ébredni, látom, hogy 9-ig alszanak, boldog vagyok tőle, hogy ilyen sokáig alszanak. Igen, mondtad nekik, hogy feküdjetek, még vissza nincsen reggel. Figyeljetek, mondjátok meg nekem, hogy történik az, hogy megveszel valamit ebbe az áruházba, és az megkotlik egy hónap alatt, de komolyan mondom, hogy rohadjon meg mindenki, aki ezt csinálta. Vettem magamnak egy ilyen plusz töltőt, imádom, egy ilyen, tudod, egy olyan adapter, amit tudod hordani a telefonot, és közben tölt. Hogy hívják ezt, Ferenc? Mi ennek a neve? Hát Powerbank, magyarul. Powerbank. Hogy van az, hogy egy hónap után megkotlik? Uh-huh. Miért van az, hogy a fogyasztói társadalom... Úgyhogy fel kell tölteni. Igen. Képzeld el. Tényleg? Abban nincs örök áram, tudod, örök élet. Ezt fel kell rakni, tölteni. Igen, egyszer lemerült, akkor utána ezt fölrakod. Ez nem elemes. Tudod, ez nem, nem olyan, mint a... Mik vannak? Mint hát nekem annak idején azt ígérték. Az örök élet a komodórodon. Csillag csavarhúzóval próbáltam meg benne tegnap elemet cserélni, de hogy ezek még az elemet is elrejtik, ezek a rohadványok, hogy rohadjanak. Megérted? Hogy van ez? Hát ott pedig már előkészítetted a 3 ceruzát. Nem, figyelj, kézzel nem föltöltöttem. Világít a 4 kis LED, hogy maximálisan van töltve. Rádugom a telefonomat, és nem működik. Oké, okay, nem volt egy annyira drága dolog, meg nem is egy olyan minőség, mert nem tudom, mi ez, Trasta márka, vagy mi ez. Én nem is önöm ezt. Az mondjuk nem rossz. Trust. Ez nem rossz? Te kábel van, hát akkor hozzá? És van hozzá kábel, és rádugom a telefont, és elalszik a 4 darab töltés. És tehát egy kész, vége, nem adja le a feszültséget, egész éjjel töltöttem. Te gyári kábel? Saját vagy kábele? Nem. Milyen saját kábele? Hát de neki csak a... kábeled? Vagy kaptad a Trusthoz? Nem, a Trustnak csak egy töltőkábele van. Van egy USB kipenete, meg egy pici mikro USB-je, azzal töltöd ő. De utána már te olyan töltőkábel dugsz bele, amilyet akarsz, amelyet a telefonoddal töltöd össze. Hát ez van. És nem működik. Samsungot kellett volna venni, ezzel nem lenne gond. Hát... Az meg kigyullad. Na, ott hal meg az egész család, érted? Mindenhova tudom vinni magammal a telefonba a lakást. Tudom tölteni az erkélyen a telefon, nem kell annak a vizét keresni. Tudod, tök jó, imádom, mert tök jó rendszer. Tehát, hogy vized magaddal, és ott a töltő, kiűsz az erkélyre. Persze. Mesélj róla, hogy 6 éve már biztos van nekünk. Igen. De látod, milyen... Hát, ugye, figyelj, a gyereknek ez a komolyan mondom, nem hiszem el. A gyereknek ez a lélegeztetőgépe. Tehát, hogyha mi valahova megyünk, nincs olyan, hogy ne lenne ott egy powerbank. Hát, komolyan. Jani, hogy lehetsz ilyen szemét, hogy nem szólsz a Balázsnak erről, hogy van ilyen? Hogy már ilyen is létezik. Igen. És hogy a hosszabbító a legfeljebb 6 méterre tudsz elmenni, sőt, ha esetleg egy iparit veszel, akár 10 méterre is, de igen, mondjuk nyaralni nem lehet meg tájföldön. Ide a kis karantén stúdiódba pont elég lenne az a bizonyos 3-as elosztó, amiről 2 hete beszélünk. Hmm. Hát persze, az jó lenne, de az sincs, és nem megyek venni, mert karanténba vagyok, érted? Rendelj. Na jó, nem fárasztalak benneteket a problémáimat. A sarkotokig el tudok menni, és behajítok egyet a kertetekbe. Na, az nekem készen. Nagyon jó lenne hozzá, ha van egy powerbankot, be erre jártok és bedobod. Ezt most tök komolyan mondom. Nem, 3-as elosztót, az van. Az is jó. Tökre megköszönném, ha eljössz ide, átdobod a kertbe, és tovább mész full gázzal. Nem akarlak szájon csókolni, de ha hozol egy ilyet, azt megköszönöm, mert itt komoly feszültségbeli és ellátásbeli problémáink vannak. Úgyhogy egy jó hosszabbítóért én most a félkezedet odaadnám. Érted, vagy ha jó halkan megyünk, hogy ne is zavarjunk meg benneteket elektromos hajtással. Igen. Na, gyerekek, gyorsan egy rövidre hívunk egy szakértőt, én ezt megígértem neki, hogy nem akarjuk elnapolni, úgyhogy fölhívjuk. Jó, mert itt csak egy picit megint közszolgáltatóban szakértő. Nem powerbank szakértő, hanem abból a szempontból szeretnénk egy kicsit utána járni, hogy itt most mindenki tököl, hogy hogyan fizesse a hitelét, hogy éljen a moratóriummal, ne érjen a moratóriummal, a bankok több 10 000 ügyfelet törleszi a hitelét, megkeresések érkeznek a pénzintézetekhez, hogy lehet a fizetési moratóriummal kapcsolatban se élni, vagy éppen nem élni, felmondani, vagy nem felmondani. És megígértük már, amit szakértőnknek, hogy nyilatkozni fog. Fejtse Gábor, az RSM Hungary adóüzletek igazgatója. Hello Gábor, jó reggel, csáó, köszönjük, hogy itt vagy. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Szia!
Hello, Gábor! Na, segíts egy kicsit nekünk ebben eligazodni, hogy ez most hogy működik, mert hogy szerintem az is küzd, aki szeretné ezt most nem tudom tovább folytatni, illetve hát például én ezzel küzdök, mert nem tudok eljutni a bankomhoz, meg itt sok minden van, ami még homály. Te azt mondtad, hogy ketté kell szedni ezt a témát? Igen, alapvetően két főintézkedést hoztak az elmúlt hetekben. Az első ugye, ami talán többeket érinthet a hallgatók közül, a katás vállalkozókra vonatkozik. Ugye számos katás vállalkozó a tevékenységétől függően adómentességet kap most a következő 4 hónapban, tehát nem kell megfizetnie havonta a kata összegét. Ezeket a tevékenységeket egyébként meg lehet találni az interneten, a NAV honlapján, a magyar közlönyben, tehát számos helyen elérhető. Felsorolni kicsit hosszú lenne, mert talán 26 pontba szedték. Tehát nagyon-nagyon sokan tartoznak majd ebbe a mentességi körbe, ami egyébként nyilván egy üdvözlendő dolog. Az, hogy a TEAR-on belül egyébként valakinek a tevékenysége pedig oda tartozik-e vagy sem, azt a KSH honlapján tudja majd pontosan leellenőrizni, hiszen nem mindenki tudja, hogy az adott TEAR-ba az ő tevékenység egyébként beletartozik-e vagy nem. Aha, tehát itt van a kisvállalkozóknak adó és járulékmentesség, ugye? Ez is egy érdekes dolog a történet. Igen? Az a másik fele, itt ugye az egyik az a kata, akik a kata alá tartoznak és katát fizetnek, ők gyakorlatilag ugye most 4 hónapig, márciustól júniusig fognak mentességet kapni, nem kell havonta megfizetniük a katát. A másik főintézkedés pedig az volt, hogy a kiemelt szektorokba, úgynevezett veszélyeztetett szektorokba tartozó vállalkozásoknál az ott dolgozók munkabére után mind a munkáltató, mind a munkavállaló mentességeket, illetve kedvezményeket kap. Így gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy például a szállodák, vendéglátóhelyek, tehát éttermek, szórakozóhelyek, stb. Tevékenységet végző vállalkozásoknak a munkavállalói után nem kell megfizetniük a szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, tehát nem kell megfizetni a béreknek a bruttó bér fölötti adóterhét. És ami még üdvözlendő, hogy a munkavállalók is jól járnak, mert náluk meg egyedül egy SZIA-t és egy 7710 forintos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, ami azt jelenti, hogy nem kell nyugdíjjárulékot és ez egészségügyi járuléknak egy nagy részét megfizetni, tehát a nettó bérük növekedik, hogy így leegyszerűsítsen. Így van, és ezt ugye nem kell kérni senkinek, tehát ezt nem kell kérelmezni, nem úgy, mint ugye a hitelek tovább fizetését. Tehát igen, ezt, ott akkor kell szólnod, ha ugye, fizetni igen, akarod. Ez itt automatikusan jár a katásoknál is, és a kisvállalkozóknak is az adó- és járulékmentesség. Ezt egy könyvelő egyébként tudja, és hát elméletileg azért minden vállalkozónak van ilyenje. A nagyobb kérdés az ugye ez a bizonyos hiteltörlesztés, amiről Balázs is beszélt. Gábor, erről tudsz mondani valamit, hogy mi az általános, hogy hol lehet benyújtani a bankon keresztül, hogy telefonon megoldható, személyesen be kell menni, vagy valami online felületen, hogy én szeretnék tovább törleszteni? Megmondom őszintén nektek, hogy nem tudom, mivel adótanácsadó vagyok, ezért a hiteltörlesztésekkel nem nagyon foglalkozunk, úgyhogy az eljárási kérdésekre nem ismerem ez ügyben. Jó, hát a lényeg az, hogy akkor a katások ugye 4 hónap, és az egyéb munkadói és munkavállalói csökkentések is 4 hónapig tartanak. Igen, itt azért annyit hagy pontosítsak, hogy az automatikus eljárás ez nem feltétlenül igaz. Egyelőre még nem jött ki semmilyen iránymutatás arról, hogy pontosan majd hogyan kell ezt igénybe venni. Ugye jellemzően ez jár, ugyanakkor az adóhatóságnak nyilván majd kell valamiféle információ arról, például egy katás esetében, hogy ő milyen alapozva nem fizeti meg a katát. Van egy szörnyű elnevezési nyomtatvány, ez a 20T101E nyomtatvány, amin a katások havonta például bejelenthetik azt, hogy milyen mentességre hivatkozva adott hónapban nem fizetik meg az adó összegét. Feltehetően április 12-ig, amikor esedékes lenne az első részletfizetés, akkor majd addig majd az adóhatóság ezt a nyomtatványt úgy módosítja, hogy lehetőség lesz arra, hogy ezt a mentességet válasszák. Ezt egyelőre még csak gondolom, tehát nem jött ki, viszont az eddigi tapasztalatok alapján ez benne a várható.
Hát igen, most még egy csomó rendelkezés azért homály. Tehát most jön majd ez a nagy bejelentés, amit már mindenki vár, ugye, hogy mikor történik meg ez a nagy élénkítés, abban azért nyilván egy csomó részt lehet még benne. Ez nyilván más ügyben is, tehát nem csak nyilván a vállalkozásokban, hogy ez mikor jön. De a katásoknak azért ezt később meg kell fizetni, tehát itt nem arról van szó, ugye, ha jól értem, hogy ők ezzel mentesülnek, hanem ebből a 4 hónapban mentesülnek, utána azonban nekik azért ezt majd törleszteni vagy fizetni. Nem. Ezt nem kell megfizetni. Van egy másik rendelkezés a katások számára. Ugye ezt a 4 hónapot, ezt most az a 26 tevékenységi körbe tartozó katás vállalkozó az mind megkapja. Ez ugye 4 hónapra a fő kata ugye az 50 000 forint, ez 200 000 forintot jelent ugye per vállalkozó, jó fő esetben, de ezt az összeget nekik már nem kell megfizetniük, úgyhogy ezt mindenképp megkapják. Ők először majd a júliusi katát kell augusztus 12-én, hogy megfizessék. Amire gondolhat, az az, hogy van egy olyan rendelkezés is, hogy aki március 1-e előtt katás lejárt adótartozással bírt, akkor számára most ugye lehetőség van, pontosabban nem hajtják ezt most jelenleg be tőle, és egészen a veszélyhelyzet végéig ezt nem is kell megfizetni, sőt a veszélyhelyzet után automatikusan egy 10 havi részletfizetést fognak kapni. De még egyszer mondom, ez a március 1-e előtt lejárt adótartozásukra vonatkozik, arra tényleg részletfizetést fognak kapni, ez is egyébként egy igen kedvező rendelkezés, hiszen nem csak a mostani 4 hónapot nem kell így megfizetniük, hanem a korábbi tartozásukat, ha volt, azt is ugye eltolhatják elég sokáig, és 10 havi részletben kell csak, hogy megfizessék. Ha jól tudom, hogy talán a késedelmi pótlékot is elengedik, tehát van valamilyen plusz rendelet, hogy ott azt sem kell megfizetni. Ugye, igen, hogyha van 10 hónapát törlesztartozás, igen, és akkor késedelmi pótlék nélkül. Jó, hát ezek bonyolultak, de szerintem igen, azért ezt az ember könyvelője kell, hogy tudja. Szóval, hogy nyilván nekik sem egyszerű ezt kisilovizálni, de azért egy jól felkészült könyvelő ezt most muszáj, hogy tudja, hogy például milyen számmal, terrorszámmal. Igen. Még egy kérdés a katával kapcsolatos. Oké, mondjátok. Az, hogy ugye itt most az van, hogy 12 millió forintig tudod igénybe venni a katát. Ha 4 hónapra mentességet kapsz, és ott nem kell fizetned ezt az 50 000 forintot, akkor ez a 12 millió, az lecsökken 8 millióra? Vagy marad a felső határ? Őszinte leszek, ez egy nagyon jó kérdés, ezen én is gondolkodtam, mert ugye erről nem szól a jogszabály, ezért azt mondanám, hogy nem, de... ugye, ahogy az előbb Balázs is említette, azért itt részletszabályok még majd jöhetnek ki folyamatosan, ugyanis itt a kormányrendelet, ami a felsorolja a katamentességeket például, vagy a járulékmentességeket, ennek már ugye 3 verziója van, és bővültek például a különböző tevékenységi körök, tehát az, hogy pontosan majd mi lesz még évvégéig, ugye a katában valaki túllépi a 12 millió forintot, az jövő február 25-én kell majd megfizetnie esetleg a felette lévő 40%-os adót. Hát addig azért még sok víz lefolyik a Dunán, úgyhogy lehet, hogy addigra még hoznak erre vonatkozó részletszabályt. Oké. Okay. Kábor, megpróbáltuk kibogozni, nem egyszerű. Nagyon köszi neked. Bocs, hogy csúsztunk. Köszönjük szépen. Köszönöm én is, sziasztok. Köszönjük szépen. Köszönjük, hello. Köszönjük szépen. A könyvelőd vágja a Feri? Igen, hála Istennek. Igen? Igen. Az ügyi. Nem árt, ha a könyvelőd ügyi. Vágja. Ügyi, az jó, ha ő tudja. Mindegy, hogy mit tud, úgyse lesz bevételed nagyon. Mondjuk az igaz. Te tudsz valamit a fizunkról? Igen. Jó, de hát ezelőtt meg évekig nyakiért a tejszínhámasnak. Persze, csak lubickolunk benne. Lubickolunk, hát. Ez könnyű a vállalkozók dolga, tudod, ilyenkor mindig kell. Persze, tudom én, érted? Alig várom már, hogy fizessem a járulékot. Gyerekek, ami drága Petink, a házi szerzők egyébként karanténban van, megjött Tájföldről, rá tud még gyorsan csörögni? Van még annyi időnk, hívjuk már föl, hogy ha már öntött magából egy dalt, akkor mit hozott össze a karanténban? Ilyenkor mi van? Önkéntes karanténba vonulsz, ugye? Igen. Nem kapod meg a piros cetlit. Nem, kérik, hogy te vonulj karanténba. Vagy a belátásodra bírják, hogyha megjöttél mondjuk Tájföldről, akkor vonulj karanténba. De nem lehet neki se könnyű azért a nappali közepén bográcsozni. De megoldja, hidd el, hogy Peti megoldja. Tudjuk Petiről, hogy imád főzni. Tud is egyébként, csak fotozni nem. Igen. Na, a legendás hétel fotói. Azt még nyomja? Hát, mindenki épülésőre.
Jó, megpróbáljuk Petit felhívni, ez most nem volt leegyeztetve, de megpróbáljuk adásba tenni gyorsan, hogy mi a 10-kor kell, írt... benne van a dalban. Nem, már írtam a dal után, írtam, hogy köszöni meg, hogy karanténban van, és mondom, ne csinálj, tényleg, ezt nem is tudtam. Halló? Elvonult. Jó reggel! Ciao! Hello! Hát ezt nem is tudtam rólad, hogy te karanténban vagy. Hát ilyen önkéntesbe. Igen, és egy napon múlt, hogy nem kaptunk ilyen piros matricát, ugyanis elutaztunk, és hazaérkezésünkkor akkor még nem kellett, de a következő turnusnak másnap már kellett. Hát az kemény, érted? Kiraksz egy ilyen matricát, lehet leviszed a szemetet, még meg is vernek, aminek. Bizonyára. Mindenki jön ki maga karanténban van. Miért jön ki? Miért viszi le? Miért viszi le a szemetet? Mennyi időt voltatok Tájföldön? 3 napot voltunk Malajziában, aztán utána meg 2,5 hetet Tájföldön. Nagyon a pörgött a hakni tavaly. Becsár mindenit. A becsár mindenit. Figyelj, a dal nagyon jó lett, nagyon szeretjük. Tehát, hogy nagyon, az nagyon rendben van. Nagy hippipúrá neked, igen, köszönjük, az nagyon klassz lett. Nagyon klassz lett, úgyhogy... Lesz meg folytatása. Igen, igen, az tényleg, tényleg nagyon jó lett. Folytatni akarod? Csinálsz egy folytatást? Persze, hát ugye félre raktam olyan poénokat, amik általánosabbak, tehát rámegyünk a nagyvilágra is egy picikét. Nagyon jó. Ez most a közvetlen szűk környezetem volt. Jó, de Peti, egy dologra nagyon szépen megkérnélek tényleg a személyes kapcsolatunkra, meg a régi-régi kapcsolatokán, hogy az ételfotókat ne hanyagold el, mert most... nagyon szeretjük. Nagyon-nagyon szeretjük őket, nagyon szórakoztatnak minket, hogy nagyon sok minden ehhez értesz, de ehhez nem, de ebben ez a szórakoztató. És most ott a legutóbbi, amit látok, az egy tarhonyás hús, tudod, a kültéri burkolást vállalok, illetve annak néz ki, de nem tudjuk, hogy mi van a tálban. Azt a szokás szerint nem tudjuk, mi van a tálban. Ne hanyagold el. De ma papír készül, úgyhogy jöhettek. Jó. Nagyon jó. Jó. Fotót kérünk. Fotót kérünk. És mióta vagy karanténban, Peti? Mióta vagy karanténban? Most múlt hét kedden érkeztünk haza. Múlt hét kedden. És kicsi köhögés, pici nátha, pici emelkedő lát, semmi? Tök jól vagy? Hát volt olyan, amitől megijedtünk, de az inkább az volt, a pánikától volt. A tájuk mindenhol lehűtik a boltokat, kocsikat, mindent, úgyhogy ilyen mínusz, vagy plusz 15 fok van a kocsikban. Ja, nagyon durván nyomják, igen. És ugye bemész a 30 fokról a 15 fokba, meg beülsz a 13 fokos taxiba, hát ott egyértelmű, hogy valamit az ember biztos, hogy összeszed, ami nyilván nem. Nyilván hát nem ez egyértelmű, csak sima takony volt, úgyhogy semmi. De nem is, tehát simán jöttetek, mentetek, nem is nagyon volt semmi, ugye? Bár amikor még kimentetek, szerintem az még csak akkor indult nálunk, tehát akkor ez a hangulat még azért úgy nem ült rá az utazásra, gondolom. Hát Kuala Lumpurban már elég nagy volt a pánik, ott már mindenki maszkba mászkált, de átmentünk Tájföldre, ott Koh Samui-szigeten, Kopanganon semmi jelen nem volt. Tehát ott gyakorlatilag nulla fertőzött volt, de hát azért jöttünk haza pár reptéren keresztül, úgyhogy biztonság kedvéért itthon maradunk 2 hetet. Hmm. Jó kis Koh Samui, meg Kopangán, milyen jó az egyébként. Jó kis Kuala Lumpur. Én jövő héten utaznék. Nem csak te, Ferenc. Igen. Vagyunk ezzel így párad. A légitársaság még csak nem is válaszol egyelőre. De hogy, aranyosak. Hogy mi legyen a befizetett repülőjeggyel, tehát hogy még csak választ sem küldenek egyelőre. Tehát nem, hogy azt mondják, hogy ennyit fizetünk, vagy annyit, vagy csekkold át, vagy átbukoljuk, vagy legyen valami, egyelőre nem válaszolnak. Tehát mi pont hát átkörde mentünk volna. Nekünk igen. Is volt egy olyan, hogy az utolsó 3 napban jött egy e-mail, hogy az Air Asia törölt a Kuala Lumpuri járatát, úgyhogy nekünk utolsó pillanatban kapkodni kellett, hogy átfoglaljuk Bangkokba, és azon keresztül így hazajönni. Így gyalog mentetek át? Fú, basz, hát ez kemény. Nem, jó, de ezt írta valaki reggel, és tök igaza van, egyébként tényleg kitartás minden szülőnek, meg mindenkinek. Persze, ez most nyomasztó meg minden, de egy hét vagy másfél hét, és itt a tavaszi szünet. Úgyhogy együtt lesztek. Tudnak fújni egyet, tudtok pihenni egyet. Közös programok lesznek, kicsit tudtok, nem tudom, szóval együtt lenni a családdal, a gyerekkel, úgyhogy most hát csak másfél hét, nyilván a gyerek is fáradt, azért sokat kell tanulni, minden, de jön a tavaszi szünet, úgyhogy szerintem látszik a fény az alagút végén. Ez nagyon rögtem ezen az SMS-en. Na jó, Petikém, akkor fejezd be ezt a dalt, mert mi nagyon szeretjük, vagy írd meg a másik részét, jó? Jó van, oké. És mindenkinek most van időd. Kitartást ezekbe az időkbe. Hát nagyon köszi, vigyázz te is magadra, hát, jó? Természetesen várom a szponzorokat továbbra is, mert
Hát azt most várhatod, ha valamikor most nem fognak jelentkezni, olyan budget cut van mindenhol, hogy most senki nem fog nagyon jelentkezni. Valaki, aki konzervbabot gyárt. Nem baj, ez már egy ilyen cégérem, hogy mindig elmondom. Nagyon jó. Peti, vigyázz magad a cső, köszönjük. Írd a dalt akkor nekünk, vigyázz magad. Ciao. Hello. Otthon ül. Mi most karanténban van? Önkéntes karanténban. De milyen lelkiismeretes, azért ezt tegyük hozzá. Hát, nagyon. Nem? Hogy hazajön tájföl, és önként elvonult önkéntes karanténban. Igen. Na, gyerekek, menjünk el akkor. Hármas ugrásra lehet jelentkezni. Jó, mi pedig... Én ott leszek, ahol... Ja, azt nem, holnap... nem, elég. Elég, hogyha csak sorvégig. Holnap ilyenkor már gyűjtjük a videókat. Igen. Bizonyám. Holnap ilyenkor már gyűjtjük a videókat, ugye nem elfelejteni. Már letudtuk a nagy aktivitást, 9 órakor lesz egészen pontosan, holnap. Így van. Bizonyám. Holnap 9 óra után, a hírek után indul a dalocska, úgyhogy telefonokat bekészíteni, és felvenni. Ha egyedül énekeltek, azt is felvenni, ha többen, akkor egymást felvenni. Itt mi már kapjuk a híreket, meg jönnek az SMS-ek, hogy egészségügyi intézmények fognak velünk együtt énekelni különböző városokban, és erre készülnek, úgyhogy az a lényeg, hogy jó sok videó készüljön, hogy aztán tudjunk ebből vágni egy jó kis klipet, hogy hányan énekeltek velünk együtt, jó? Úgyhogy holnap 9 órakor nem elfelejteni. És addig is terjesszétek mindenhol a közösségi fórumokon, jó? Hashtag kialas napja. Kialas. Hashtag kiállás pillanata. Pillanata, bocsánat. Köszönjük, János, jön előre. Tízre összeáll. Gyűjjön elő. Jövő mindjárt, lehet jelentkezni. Jól mondtam, ez volt először, igen. Amikor rosszul mondtam. Nem. Tudod, mi zavart legtöbben? Az éneklésem megzavart. Igen, azt talán nem kellett volna. Igen. Na, jövő mindjárt, egy reggel után 9:30 van pontosan. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9:50 múlt, pontosan 7 perccel. Hello, Karantén Rádió, Velence. Sziasztok. Itt vagyunk, hello. Lőrinc jelentkezik. Na mi van, hol a gitárod? Most nem hoztuk be a gitárunkat. Így van. Már pedig ígértétek. Nekem itt fekszik. Reggel beszéltünk róla, hogy nektek volt még lefekvés előtt egy jó kis együttzenélésetek, egy zsemmelés. Ferenccel, igen. Hát az internet hullámain. Fölhívtam Ferencet kétségbe esett, hogy mondja el az akkordmenetet gitár, hogy mi az akkordmenete az én ott leszeknek. Igen. Feri felhívta az Alapi Pistit, és akkor... Igen, és Alapi pedig. Alapi Pistit felhívta Steve Lukather felhívta Richie Blackmore felhívta Slash pedig felhívta Santana. Richie Blackmore senkinek nem veszi fel. Bár Richie Blackmore nála száll elakadt, mert nem veszi fel senki, úgyhogy Richie Blackmore nem tudta felhívni. Malmsteen pedig Santana, mert Blackmore elakadt, mert ő magával zsászóba. Szóval... Szóval holnap dalolászás van, éneklés van, közös éneklés, reméljük sokan vesztek benne részt. Mi nagyon várjuk, már a fiúk is nagyon várják, a halott pénzes fiúk, úgyhogy holnap tessék készülni. 9 óra után lemegy a hírek, utána kapcsoljuk ugye Márkot, kapcsoljuk ugye a halott pénzes srácokat, és aztán mindenki ez éneke. Lesz. És aztán leadjuk a dalt. Tessék! G. És már hámol. Ja, há, így van. Amikor a fejedet lehajtaná. Érted? Na, itt kezdődik. A baj. Leszek, mikor feladnál. Mikor a fejedet lehajtaná. De szép lesz ez hónap, gyerekek. Addig összeérik. Jani, te mivel szállsz be? Én bólogatni fogok, headbangerni, tapsolni, illetve hát keresek néhány diszperzites vödröt kint, és megpróbálok kongázni. De jó ez így. Na most nem gitározol rá? Ők egy fél hanggal lejjebb játsszák. Lejjebb játsszák? Igen, csak nem akartalak megtéveszteni azzal, hogy desz durral kezdünk, tudod? Desz, hasz, desz, hossz, hisz, fúsz. Azaz, desz, gesz, gesz, bé, ász. Ezért az eredeti dalra mi nem fogjuk tudni rájátszani. Nem kell elmondani, hogy nem kell megijedni, a replace nem tudjátok. Nem kell megijedni akkor, ha... Majd te nyomod. Nem kell megijedni, mi a dalt fogjuk leadni, tehát, hogy... Mikor feladnád... Ezt kell csak együtt énekelni, tehát ez a lényeg. Ezt kell felvenni. Nem hagylak el, mert az
Olyan jó hangod van, Jani. Akkor a kamu ilyen esmős meg. Még egy picit visszafogom. Na jól van, oké, Zsülci, köszi. Megvan Dezbe is, ha kell. Megvan Dezbe is? Megvan, de jó. Igen. Tessék, én ott leszek, mikor... Na, jöttök? Feladnád, hogy ne, persze, hát csak várjunk. Amikor a fejedet lehajtanád, én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Ej, de gyönyörű volt! Jó lesz ez. De most ki, Feri, te gitározod, de Gyuri és Balázs most, nem? Figyelj. Te szar, nem hiszem el. Ne, léci 10 év után valami mást már. Komolyan, az első 30 alkalommal még rácsodálkoztam, és örültem neki, hogy végre. Ezt neked, ez csak neked, ez most miért van? Tökör egyes, hogy csak léci. Hogy akkor egy Unforgiven-t, vagy valamit, tehát hogy újítsám ebben, légy szíves már. Ez tök jó egyébként. Most mi baj a Metallicámmal? Na, a Metallicámmal semmi. Azzal aztán az égvilágon semmi gondom nincsen. És kicsit kapkodósan, tudod? Igen. Miért nem ez a dalunk, ugye? Így van. Ha gyorsabban játszom, talán nem téveztem. Igen, ez akusztikusan elég jól szól. Igen. Na jó, tessék, ez mi, figyelj, ez mi. Ez most tényleg eljátszom, tehát most tudom, hogy a hallgatók nem hiszik, hogy bejátszom valamit, de ez én vagyok, figyelj. Na, ez minek figyelj. Az alapja? Figyelj. Okay. Nem ez, csak egy akkord volt. Várj. Csak megnézem, hogy a gyerek elhangolta, figyelj. Igen, elhangolta. Elhangolta, várjál, megnézzük, hogy van hangolva. Ez biztos Joe McLaughlin. Aha, itt a gyerek eltekergette, várjál. Várj, figyelj. Jónak hallod? Jó, Feri? Jó. Jó. A kevesebb beszél, több gitár, létsz köz. Jó, be kell angolnom, a gyerek eltekergette. Ó, ott már van egy kis Guns N' Roses is, menj. Ah, igen, tehát mellé nyúlta. Na most, ez micsoda, tessék? Na, oké, okay, figyelünk. Aki megmondja elsőre, annak egy ajándékcsomag, jó? Boci. Nem. Na figyelj. Figyelek nagyon. Ez is Guns. Cyber War. Tehát ezt fölismered, öcsé. Az, nagyon jó vagy. Na, ott nagyon az ajándékcsomag. Nagyon jó vagy. Nagyon ügyes vagy. Írja valaki pacol. Ne romlandó legyen, mert tedd félre nekem, de Krisz Rudi. Persze, Krisz Rudi. Szóval az ilyen alapdolgokat azért el tudom nyomni. Még talán a switchádat is el tudom. Emlékeztek egyszer, ezt már elsütöttem. Bizony. Na jó, egy kis Nothing Else Matters szeretnétek? Egy picit csak. Nagyon. Nyomjuk már a szájba. Énekeljél akkor, hát akkor énekelj. Ne. Csak az, hogy a zongora után most azt hiszik, hogy ezt is YouTube-ról adom, de tényleg nem. Csak nem tudok most élőképet adni, mert közben nem erültem, de itt a gitár. Tehát itt van a gitár előttem. Na jó, még egyszer? Vagy mit szeretnétek? Jó. Oké, tessék, ne figyelj, oké, okay, nyom, már és énekelj rá. Oké, csináljuk meg, az első fellépésünket, de az első fellépésünket a kamu angollal. Persze, figyelj. Na, ne, amikor be kell lépni, mert. Jó, figyelj, elkezdj. Amikor gondolod, énekelj rá. Jó? És nyomd el az első verszakot, figyelj. Az iskola zenekar, figyelj. Rajta! Na, figyelj. Várjál, csak a fülesen belelóg a gitárba, várjál. Nem, ez az blokkolja. Gánszakör. Figyelj, oké. Jó. Hey. Look at your young man fighting. Look at your woman crying. Look at your young man dying. The way the world always done before. Ötös! Te borzalmas vagy, sírok! Jézusom! Don't cry? Na, mert a don't cry. Nem. Fé. Nem tudod? Azért nem, tudod a Don't Cry-t, Feri? Meg van, na, egy négy akkor. Várjál, A-mol, D-mol, könyörgöm, nyomjuk G-dur, le. C-dur, figyelj, de a Don't Cry, figyelj. No. Figyelj, várjál, már nagyon régen játszottam, várjál. A-mol, D-mol, G-dur, C-dur.
Valahogy így van, várjál, várjál. De szép. Aha. Nagy színpad. Nagy színpad. Tudod a izét? Tudod a szövegét? A Don't Cry-nak nincs meg? Don't you cry tonight. I still love you, baby. Don't you cry tonight. Nem, abban túl sok összetett szó van, azokat már nem tudom. Igen. Ezeket az alapdolgok, ezek mennek, tehát ezek jól mennek. Csak ebben nem fejlődtem tovább 23 éve. Tehát... Igen, amit annó megtanultunk, úgy maradt. Na jó van. Jaj, de jó volt. Nagyon jó lesz a hónap. Nothing else matters, egy pici. Figyelj. Fú, ebbe most... Ja, bocsánat. Mondjad. Azt akartam mondani, hogy most hallottam belőle egy óriási verziót. Egy akusztikus gitára császár. Na milyen? So close, no matter how far, can be much more. Várd meg a gitár szólót, ja, Jani! Ja, jó, igen. Di-di-di. Ahú, de szépen játszódja. Bocsánat. Várj, kibogozzuk az ujjait. Nem, például tökre koncentrálok, hogy jól lépjek be, és akkor... Figyeljem. Na még. Bocs, berázgett a húg. Leverte a hangfalat. Egy kicsit kevesebb zengetek. Köszi. Tegnap cseréltem húr. Leszheted a nylonokat? Nothing is all as a mother. Ott van, Master of Puppets. Jó, persze, Master of Puppets. Van ott még, ahonnan ez jött? Na. Na, most nincs többet tettem. Én ezek ebből élek 20 éve, gyerekek. Úgyhogy aha, jó, akkor egy fire-t, érted? Igen. Még a Set Bad Truth tudtam az elejét régen. Fia, Seek and Destroy-t nem tudod? Seek and Destroy-t nem. Na jó, már tényleg. Jó, azért, na jó, azért persze. Mindig elfelejtem, igen, hogy diszkometálos vagy. Ne! Egy jó extrém humor. Ezeket át kell néznem, ez a Mordenőrs. Úristen, diszkometálos. Az összes lassú számot, ugye minden. Ez egy csajozott régen. Ez volt a csajozós dalom, csak nem tudom végig, mert át kéne nézni. Minden, amire össze lehetett bújni a rockdiszkóban, ott van Balázs kisújjában. Fúj, te utáltam! És akkor menni kell tovább, hogy nagyon egyszerű, még négy akkor van, mert csak ezeket holnapra megnézném. A Red Hot Chili Peppers-t is tudtam. Tehát ezeket holnapra simán elnyom majd. Go Under the Bridge, gondolom. Az Under the Bridge-et tudtam, meg a Snow-t is el tudtam. Az Under the Bridge, ez tökre megvan. Tehát ezeket holnap nyomhatjuk fel is simán. Átnézzük. Az összes a hírek utáni dal mi leszünk, az, jó? Az összes. Jó, jó, Jani, én is kell gitározunk. Minden Suno Metal számot tud a srác. Ezért csajoztam. Négy akkord volt, de az a csaj. Don't Cry-t eljátszottad Szakadt Farmerba, érted? Te csokkolosztál egyedül a diszkóban. És hol csajoztál vele, a Siketek intézetében? Nem, bevittem a gitáromat általánosba, elnyomtam a suliba előtt a Don't Cry-t, és velem smárolt az összes csaj. Igen. Utána eljátszottam a... Jöttek ki a tresserek, és a segedre csaptak. Nem, akkor eljátszották velem a Csiribiri zapszalmát, egy írra hallgató, és talán meggyaláztak a fenekemet. Miért nem látjuk ezt live-ban? Gyerekek, adhatunk erről holnap live-ot, meg tudjuk oldani. Szívesen nem akarjátok. Ez most ez a része nem kamu. Tehát ezt erről adhatunk live-ot. Na holnap akkor minden dalt mi játszunk, Feri? Bizony. Írd meg a setlistet, hogy fölkészülhessen a Jani is a szövegből. Júj. Isten lesz. Na és ez melyik Metallica dal, Jani? Figyelj, tessék. Figyelj. Csak a izét. Csak a izét, tudod. Figyú. Kicsit hamis volt. Van. Nem, akkor erről meg fogod ismerni. Figyelj. Menj. De ha erről meg. Nincs meg? Ez a Fade to Black. Igen. Na? Az első, ami... Na, mit szólsz, Feri? Milyen tanítvány vagyok? Óriási jó. A Metallica első lassú száma, amiért egyébként az ortodox, vagy old school rajongók keresztre feszítették.
a csapat. Ez volt az első. Igen, nem baj, ők viszont sok pénzt kerestek belőle. Trash zenekar, ebből még nem. Ebből még nem, és de előttük még Trash zenekar nem csinált lassú számot. Ez volt az első? Igen, Fade to Black volt az első. Ha Balázs tényleg gitározik, akkor nagyot nőtt a szemembe. Hallod? Ez kellett, hogy behozzam a gitáromat. Viszont, ha tényleg Jani énekelt, akkor kikövettem. Na jó van. Na holnap még akkor nyomjuk. Unforgiven? Jó. Az is ment, az Unforgiven is ment. Az elején. Szájból volna nem fér bele, az egy elképesztően jó szám. Már nem tőled. Ja? Te akartad, hogy de játszol. Nem, egyébként jó, játszol, nem még egy picit játszol. Na tessék, oké, tessék. Feri, ezt te is tudod, ezt megmutatom, ez annyira primitív. Már nem jó. Azért, mert nem bénán gitározom, jobban gitározom, mint én nem azért tudod, hanem mert nagyon egyszerű. Csak nem tudom elmondani neked. Hú, de jó. Hát ennyi. Hát ennyi. Nagyon ennyi, jó. Hát ennyi. Hurrá, hurrá. És most Illés az utcán. Ádúr, rédúr, gédúr. Jó van. Oké, Meola, de most már koncentrálj a melódra. Oké, Meola, koncentrálj a melódra. Na jó van, gyerekek, hát most akkor elzenéltük a... Ez jobb. Ez szerintem ez mindenre, ez mindent volt. Megért. Ha blues-t kértek tőlem, blues-t játszottam. Jó, jó. Na, elég bűnt követtél már el ma. Muszti Dobai első óra, figyelj. Igen. Az apám elhagyott. Legyél nagyon szomorú dalszövegíró. Na jó, oké, meghagyjuk abba. Jó, persze, és akkor még most jöjjön a pocsolyával létem, sáros lett az na, cipe. Azt ha megmondja, megmondja, azt Feri tudja szerintem. Azt nyomjátok, Feri. Hogy mi az akkord menet? Adur. Pocsolyával léptem, sáros lett az új cipőm. Ez már a teljes improvizálás. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. El egyéb, Endre. Van annak második sorja. Elhagyott a nőm. Így. Hey! Demis Russoszt tudunk-e? Azt kérdezi a hallgató. Demis Russoszt. Demis Russoszt? Azt nem. Na jó, holnapra megnézem még mi volt ez a... extrém dalt, jó? És akkor azt elnyomjuk. Jó, de jó. Azt tanuld meg a szövegét, Jani. Ja, mindenül a Morden Wörtsnek. Az még három akkor. Na jó van, gyerekek, hát akkor ebben a kis Bob Merlis hangulatban köszönjünk el. Ahhoz kéne még valami, hogy Bob Merlis legyen a hangulat. Tényleg, tekerünk. Holnap már ott vagyunk, hogy tekerünk egyet. Egyet és vége. Na jó, hát gyerekek, bocsánat, most elmaradt a best of, mert előkerültek a gitárok, de mi így készülünk a holnapi dalra. Úgyhogy ti is készüljetek a holnapi dalra. Jó? Ahogy érzitek, rengeteg alázattal. Igen, bármit kinéztem volna a Baliból, de ezt nem gondoltam volna. Na látjátok, és ennyi év után is van még. Azt hiszitek, hogy nincs bennünk új. Itt van a játékos. Haló. Haló. Haló, sziasztok. Te azóta itt vagy. Igen, így hallottam az egész szólót, úgyhogy... Szegény. Igen, valószínűleg minden szóló. De, ha hogyne? Ne, abszolút. Nem elfelejtetek, annyira otthon vagytok, hogy... Igen, kicsit elzenéltük itt az időt, igen, ne haragudj. Bocsánatot kérünk ezért, de ezért már automatikusan megvan az ajándékcsomag. Tehát, hogy ez már mindenképpen... Jó, úgyhogy ez egy alap ajándékcsomag azonnal neked. Úgyhogy ha akarsz, játszunk, de ha nem akarsz, nem is kell, mert hogy ennyire megvárakoztattunk, ez nálunk azt jelenti, hogy azonnal kapsz egyet. Jó? Játszunk egyet? Most hallgass meg inkább még egy dalt a Balázs Blues Band-től. Már eleve beloptad a szívét, vagy a Balázs szívébe magadat azzal, hogy azt mondtad, hogy a szólót megvártad, hiszen Balázsnál egy verzei szólónak tűnik, annyi melót kell beletenni. Hát igen, biztos azért, mert a Balázs próbál, elég sokat hallgatta az embereket, aztán elő is most előadta magát, nem? Lehet. Na jól van, várjál, azt mondja, hogy akkor nézem gyorsan a kérdéseket. Na figyelj, mehetünk akkor? Három darab választ kell adnod, jó?
Jó, rendben. Azt mondja, hogy legyen az első a... Hogy kérdezzünk, gyerekek? Nem, nincs. Egyszerűen nincs ötlet. Mondj három hangszert, na, amin játszik Sebestyén Balázs. Tessék. Rajta! Gitár, saxofon, dob. Jó! Szerintem azon is, mert zongorázni, igen, és gitározni, igen, valamint triolázni tud. Fújjál is. Jó, nagyon jó. Oké. Okay. Okay, a második kérdés legyen az. Mondj három dolgot, amit ma biztos, hogy nem csinálsz. Hogy amit én? Igen. Uh-huh. Dolgozok, nem fog dolgozni. Nem fogok stresszelni, és nem fogok rádiót hallgatni, mert vége a morning show-nak. Megvan! Jó, elfogadjuk! Teljesen bedobtuk a gyeplőt, érzitek? 56-kor játszik a játékos morning show. Elég halka hallanak a bajtiteket. Igen? Igen, azért nem tudtam gyorsan válaszolni. Talán nem is baj, mert Bali még gitározik. Nyugodt otthon van, nem? Azt csináltatom végül is. Dehogy is nem, hát azért próbálom is ott csinálni, csak mi már nagyon a holnapi dalban vagyunk. Nagyon, nagyon erre készül meg, hogy jobb hangulata legyen mindenki. Igen, hallottam róla. Uh-huh. Hát akkor 9-kor te is menjél ki majd szépen a teraszra, és énekelj velünk együtt. Jó, rendben. Oké, odaadjuk az ajándékcsomagot, jó? Nincs harmadik kérdés akkor? Nincs, de most erőszakoskodj, vidd el, örüljél. Mit tartta az ajándékcsomag? Tessék? Mi van az ajándékot? Ajándékcsomagban nincs most balázsikos bögrénk, sima bögréd van, kulacsod van, nyakbalkasztod van, meg amit még beleteszünk. Jó? Balázsikos maszk. A bögrét nem éljetek alá esetleg? Nem tudjuk, nem tőlünk megy. Nem, sajnos nem. Jaj, oké, jó van. Körbe kéne menni egy futárnak. Na, az nem most nem jó akarok miatt. Uh-huh. Küldjük, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Oké, okay. Szia, okay. Szép ciao, napot, köszi, miket hallgatsz. Yeah. Jani, tudod, köszi, ciao, köszi a türelm. Tudod, mit nézz át még holnapra? Jani, a Paradise City-t, jó? Jó. Csak a Take Me Down to the Paradise City, jó? Azt mi nézzük, akkor fejre elnyomjuk, az nagyon primitív lesz. Jó, azt holnap elnyomjuk. Persze, figyelj, ez tök király. Akkor holnap mi már 6-tól dalolunk? Aha. Mi már 6-tól készülünk. Mi lesz az első dalunk? Az, hogy behangolod a gitárt. Igen, kicsit hamis, bocs. De minek? Azért, mert kicsit tekergeti állandóan. Figyelj, te most egy kicsit ilyen... Akkor holnap adjunk magunkról néha élőt majd. Kicsit spagetti stílusba tolod a gánzt. Na, picit pankos. Érted, nem kell behangolni a gitárt. Igen, Slash is mindig hamis, úgyhogy... Igen, imádom ezeket, és valójában gitározni sem tud. Imádom. Ki az a Slash? Na jó van, gyerekek, hát akkor vigyázzatok magatokra, holnap készülni a dalra, jó? Úgy van. Nézd át a Pakazinót is, Jani, jó, mindenki. Jó, oké, oké. Pakazino. Pakazino. Az a baj, gyerekek, föl kell tennem egy gitáros videót, mert most nem hiszik-e, hogy én gitároztam, látom. Helyes. Tegyed. Vagy egy élő koncert. Uh-huh. Fölrakok valamit, hogy gitározom ezt egymást. Egy az zongora után mászik, hogy kamu. Pedig az is őszinte volt. Igen. Na, őszinte holnap kiállás pillanata, nem elfelejteni 9-kor énekelni, jó? Úgyhogy akkor holnap jövünk, vigyázzon mindenki magára. Oké? Okay? Oké. Okay. Okay, okay. Egy füst a vízfeletet azért még gyakorolj be. Abban nem lehet nagyon bele. Füst a vízfelet. Jaj. Megvan! Bocs, hamis. De ez is megvan. Ezek az alapdolgok megvannak. Na, jövünk holnap, szevasztok. Ciao. Hello. Sziasztok. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.